Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen is nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy, csak pirítod a hasad. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, korán kelőnek, későn fekvőnek. Jani Feri, hello, szevasztok! Hello. Jó reggelt! Mindenségét! 2015 második munkanapja, és ha még egyszer meg kell hallgatnom ezt az Avicii számot, levágom az egyik fülemet, mint Van Gogh. Avicii. Avicii. De most komolyan. Egy jó kis Avicii-ra, igen. Szóval ne is mondjuk erről semmit, nehogy szó érje a ház elejét, hisz holnap értekezlet, de valóban így van. De ez még a jobbak közül van, tehát erre még úgy beindulok. Csak az egyik fülemet vágom. Valamitől mind a kettőt. Igen, valamitől mind a kettőt, ettől csak az egyiket tulajdonképpen. De ez még szerintem a jobb Avicii közé tartozik. Tehát Avicii-nak van egy-két komoly mellinyulása, de ez az Aloe Verás feldolgozás, ez egészen jó. Tehát Avicii Aloe Verával, ez gyerekek. Ez egyik legjobb. Az egyik legjobb dal. De komolyan, ez egy régi country nótának a feldolgozása. Én nem tudom, ezeket hogy találja. Uh-huh. Gondolom, van ilyen bakeli gyűjteménye, és aki gyűjtöget, és csak talál egy ilyet, ráénekel kettőt, kicsit gyorsít rajta, és milliárdos lesz belőle. De hogy ez nem egy, tehát ez egy feldolgozás. Van a világnak olyan része, ahol a country menő. Egyébként így van. Ez nem azt. Így van. Most mi lehet azokkal az emberekkel, akik ennek a dalnak az eredetiét is hallgatták még annak idején. Most meghallották a régi dalnak a feldolgozását, most azt is hallották egy éven keresztül, ők már valószínűleg nem élnek, ott himbálóznak valami kenderkötélben. Nem, azért, mert azt mondta, a nagyapám is ezt hallgatta. Igen. Még annak idején, ahogy a kétszárnyú kocsmajtót kirúgta a prérin. Aztán csak négyet tudták lefordni, amikor a baltával nekiesett a család. És most milyen jó ezt újra hallgatni. Na, de jó ez azért, jó van. Jó ez. Ha még nem csináltak új dalt ebben az évben, ez az oka. Tudod? Hát én nagyon várom. Ha lenne, ha csinálnának, se tudnánk róla, nem? Vagy igen? Dehogy nem, hát figyelünk rá. Már tegnap meglepődtem, hát te is, igen? Nem? Én nagyon. Annyit nézed a listákat, mint én. Gyerekek, engem kevésbé érdekel a zene, megmondom őszintén, már hogy nem itt a rádióban, úgy egyébként. Tehát hallgatok így edzés közben, vagy mit valami, de hogy úgy nekem nem központi kérdés, nem lételemem a zene annyira. Én örülök neki. Örülök, hogyha vannak új slágerek. Én mindig visszasírom ezeket a régi nagyokat. Most komolyan mondom, tehát hogy az, hogy egy ortodox rockernek a szájából tényleg előtör időnként, hogy Michael, hol vagy? Igen. Hát hogy azért ez egy picit kellemetlen kellene, hogy legyen, de nem az. Gyerek, ki ez a Michael, hol vagy erről? Michael Jackson. Jó, nem ilyen, leestem erről a lóról hirtelen. A lábam belagadt a kenyerbe, de nem tudtam, hogy a fejem kapog a betonon, de nem értettem. Én visszasírom a nagy pop előadókat. Komolyan mondom. Akiknek a dalai tényleg így, ha bekerülnek ide néha a rotációba, vagy nem csak így véletlenül, akkor csak a rendkedvéért mondom, hogy Michael Jackson meghalt, tehát hogy tőle már azért olyan nagyon sokat ne várjunk. Csak igen, úgy, de attól még visszasírhatom. Az igaz. Az olyan kaliberű előadókat, mint ők. Az igaz, csak hát ő tőle már olyan nagy. Már a fiókban még lehet azért egy pár dal. Tavaly is előkerült. Gyerekek, mindig előás valaki valami dalt egyébként. Nem divat már ilyen sztárokat csinálni, mint a Michael Jackson. Egy éves sztár kell, már hogy egy évig. Jó, eldobott, megkereste a pénzt, te is, azt mehet a következő. Ne, ez a baj. Ez egyébként most. Igen. Ja, gyerekek, jöttem reggel, és olyan szomorú kép fogad... Mi a? Elájultál? Ja? Azt hittem, hogy eltűntél a pult alatt, mondom, úristen, mi történt? Hogy olyan szomorú kép fogadott engem reggel, és így gondolkoztam ezzel, milyen kegyetlen a dolog, hogy ahol én jövök, ott vannak utak. És... Állj, megpróbálom földolgozni. Mi is már egy picit beljebb lakunk egyébként. Ja, már nálatok, jó. Igen, basszus, azt hittem, hogy még mindig most a tanyavilágból jöttök. Innen lakunk mi is. Azt hittem, hogy még mindig gémeskutak, tanyavilág, és összebújtok a birkákkal. Itt az agglomerációban is vannak utak, persze, picit de más miatt. Az őskölődősebbek, de... Ennél durván, mert az utak mellett vannak házak is. Igen. Egy csomó kidobott fenyőfa van már az utak mellett, és olyan nagyon nagy a kontraszt, és valahogy ugye azon morfondíroztam reggel, hogy milyen szomorú ez az egész, nem? Nem maga, hogy elmúlik az ünnep, meg itt van ez a depresszív január, mert nem erről akarok beszélni, de az a nagy fa, amit te szerettél, megvettél, és dédelgettél, és feldíszítetted, és fotóztad, és csillagszórókat gyújtottál rajta, az utána, mint egy ilyen kegyvesztett gyerek, egy kiebrudalt kutya, egy nem tudom, milyen hasonlatot mondjak, egyszer kirakod az út célére, és ott hagyod. És ez olyan kegyetlenül néz neki, egy kis szaloncukor van rajta, valaki egy csúszdísz rajta hagyta, mondom, azért az már elég nyom, hogy azt se veszed le, tudod. A jövőre már nem kell. Jövőre már nem kell. Láttam fát ilyen szaloncukor, meg ilyen díszmaradványokkal, kicsit így bedőlve oldalán, elég lassan jönnek a kukások, vagy hát még szerintem pénteken voltak, és most addig nem jönnek újra. És hogy úgy olyan, oda az egész, nem?
Vagy a szeretet fáj, de csak hever olyan nyomorultul. Aprítsd össze és tűzeld el, na, és akkor nem látod. Az, hogy nem tudom hol. Akkor aprítsd össze és tedd zsákba. Tehát maximum a boilerba tudnám így egyenként betenni, és akkor gázt elzárni. Kétszer-háromszor a fűnyírót. Az egyébként az jó lehet. Felaprítom. De hogy olyan kis, nem tudom. Méltatlan. Olyan méltatlan. Nem hiszem, hogy egyébként menhelyre kéne őket vinni, és aztán várni, hogy valaki valaki elvinje. Tehát nagyon nem tudsz vele tényleg mit csinálni. Csak tényleg a nagy ünnep, meg a nagy karácsony januárban egy ilyen zavaró dologgá válik, ugye? És egyszerűen kivágod. Mi is, egyébként még nem, mert a Beni imádja, de készülünk rá, tehát amikor kicsit nem figyel, azonnal süty. Júniusban már nem lesz. Tehát adana, nem bári vízkereszt, és semmi, minket ez abszolút nem hidege vagy. Vegyél labdás fenyőt, földlabdásat, kiülteted a kertedbe, és így kijártok hozzá. Emlékszel, drágám? Emlékszel, ó, gyere, simogassuk meg. Már egy fenyőerdőbe lakna. Hát Istenem, a nagy a telek, nem csak elfér. Olyan, amikor kitakadod a családnak. Nem, hogy elárul téged, és akkor kirakod, és vége az egésznek. Mentél, kerestél, simogattad, vízbe tetted. Vége, megtette, paf, vágod is ki. Egyszer ők voltak a sztárok, ők voltak a legnagyobbak, mindenki körülajongta őket, piedesztára emelte, körbehordozta, rajongott ért. Kicsit olyanok, mint az egykori megasztárosok, csillagszületékesek. Nem, egy évig. X-faktorosok. X-faktorosok, hívja őket mindenki, aztán... Igen. Szóval tehát tényleg ilyenek. Ilyen messzire nem jutottam, hogy megasztár X-faktor, de jó, egyébként jó hasonlat, hát hány X-faktoros megasztáros tűnik úgy el a csillogásból. Nektek áll még? Persze, hogy áll. Ezt tegnap reggel is megkérdeztem, és minden reggel kérdeztem. Nem, tegnap a Jani kérdeztem, ma én kérdezem. Hogy áll még rendesen? Áll, persze, nem is lehet még lebontani. Ott van? Minden este megcsavarok rajta. Egy izzót nekünk, ugye ez a régi típusú, van egy, kifakadtam még az ünnepek előtt, hogy ezek a kínaiak mekkora hulladékok, úgyhogy ennek megfelelően a régit raktuk fel. Este szépen mindig elcsavarom, aztán reggel mindig felcsavarom, és akkor egy picit visszajön az ünnepnek a hangulata. És mi van a fával? Hát a fa viszont a legrossz állapotban van már. Azt már leszettük egy három héttel ezelőtt. De és miért csavargatod? Miért nem húzod ki? Mert a fa mögött van. És ez az egyszerű megoldás. Hát mire átverekszem oda magamat, úgyhogy inkább mindig ezt az elcsavaros módszert választom, de este mindig azért megfosszik ettől a dísztől, vagy ettől a fénytől, ugye a szobát, ha nem muszáj, akkor ne gyulladjon fel a függöny. De még áll. Még ott van, még díszes, Már úgy kivágnám. Vízkereszt van, magyarázd el a családnak, hogy itt a vége. Ennyi. Igen, vízkereszt, vége. Súgy vége. Nem, a gyerek szerelmes, és a gyerek mindig megyek érte az óvodába, és az az első kérdés, hogy áll-e még a fa? Az jó, egyébként egy rossz. Az, hogy annyira hullik, hogy szereti. Hogy mire átvinném a nagy szobából a gyerekszobába, addigra már én is utálom, én is kivágnám. Tehát, hogy azonosulnék azokkal, akik kitették az útszélére, de a gyerek minden reggel megkérdezi, áll-e még a fa, vagy minden délután, áll-e még a fa? Mondom, persze, áll. Miért nem mondod, hogy elvitte a Jézuska? Mert mindig az a díl, úgy megy be reggel, úgy viszi be a Viki, hogy oké, de hogy ő még látni akarja ezt. Miért nem mondod neki, hogy üljél föl benne a biciklidre, aztán tekerjél addig a szobáig, és nézd meg. Tekerjél addig a másik lakásig, ott még náluk. Nem, okos a gyerek, mert ő azt mondja, hogy reggel szeretné délután látni. Hagy időt, amikor ugye le tudjuk bontani, délután meg azt mondja, ugye holnap reggel is itt lesz. Na most találj egy köztes időpontot, amikor azért ezt így le tud zárni. Csináljatok egy posztert belőle, és tegyétek be a helyére a falra. Lefotózod, egy kétszer-három méterest gyorsan megnyomják valahol, este lebontod, és fölrakod a tapétát, jön a Beni, ott a fa. Jó, nem megy, ez nem egy rossz ötlet. Jól is mutatna nálatok, és egy kis prével befújom ilyen fa. Igen. Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Nem, ugye ma eldöntöttem, hogy ma kivágom. Ma van a vég. Ma van a végem. Veszélymentesítik, vagy hogy fogalmazott az Ákos? A fákat? Igen, a fákat. Mi veszélyes, egy kivágott fenyőfa? Valamilyen fura jelzőt használt, illetve nem is ő, hanem ugye a szakértők azok, akiknek az a dolgok, hogy összeszedjék ezeket a fákat. Várjál csak, hogy mondta? Akadálymentesítik. Nem, valami ilyes, mint azt sugallná, hogy komoly veszélyfaktor rejlik. De mi a veszély egy kilogott fenyőfa? Rádől, és a csúcsdísz átdöfi a torkodat. Még nálunk volt egy olyan néni, aki jött így még a régi lakásunkat rendezgetni, harmadikon laktunk, és kicsit bolond volt. És nagyon régen volt, mert tudok róla beszélni, mindig is, hogy hívták, harmadikon laktunk, megérkezett, és azt mondta, hogy jaj, Baláskám, áll még a fa? Hát mondom, mit Katinén, persze, hogy elmondom, tessék itt megcsinálni, valamit főzni. Hát ne, január közepén ne álljon a fa. Fogta, odament,
már csak az izzók voltak rajta, kitépte az izzókat, megfogta, fölrántotta az erkélyt, és kivágta a harmadikra. Nem nézett le, az operánál laktunk akkor még benne, nem nézett le. Jézus. 3 centire egy embertől így leesett a fa. És beleállt a betonba. Nézte meg, és gyorsan így bejöttem. Magaz a tévéből. Mondom, Erzsike néni, Katika néni, mondom, majdnem agyon vágtunk egy embert. Aha. Ó, aranyom, hagyjad már, nem vágtunk, nem vágtunk. Na, hozom a borsívon, aztán indulhat a takarítás. És csak 3 centire esett le a harmadikról. Azért, amikor fejedre dobtak egy fegyőfát, azért ott anyázol egy picit, nem? Az, elég azért nagyon voltam, mama. De egyébként már nem jöttek. Voltak, ja, nem. Figyelj, rosszat nem mondtál róla, szerintem. Egy rövid ideig jött, de elég zavaros volt. Igen. De olyan volt, hogy bejött, esetleg megnézte a nyakadat. Balázskám, azért többet kéne nyakad most. Gyerünk, irány az ujj alá! Mindenhol jó meglegyen most van. Irány, de nem, ő két alkalommal volt ilyen próba jelleggel, hogy nézzük meg, meddig jutunk együtt, nem jutottunk együtt messzire. Hát, csoda. Fenyőfa után a komódot is kirakta. Igen. Néni eléggé öntörvényű volt, és úgy vágta ki. Hogy ez a tévét mi? Rock and roll! Marigonén, legalább a talpat levettük volna róla, jó lett volna az még jövőre, tudod, egy 4 kilós talpa kivágta a fenyőfát úgy, ahogy van. Szóval, na, mi van a fákkal? Akadálymentesíteni kell őket? Vagy... Nem, mert veszélymentesen, mert Ákos, hogyha bejön, akkor megmondja, hogy pontosan miért fogalmaznak így. Én nem tudom. Fogalma sincs, hogy milyen veszély rejlik egy fenyőfában, aminek már ráadásul lejárt a szavatossága. Ha elfogyasztod a rajta maradt másfél kiló szalagcukrot, akkor pufi kumpli leszel? Vagy ártalmatlanítják, köszönöm. Ártalmatlanítják. Na, tessék, köszönjük De ez szépen. Olyan, mintha valami veszélyes bűnöző hát lenne, azért. Akinek hátra kell a kezét kötözni. Ugye, hogy a legnagyobb barátodból januárban a legnagyobb ellenséged lesz a fenyőfa. Igen, térdelje le, mert most megbilincseli a fenyőrendőrség. Szóval, hogy a legnagyobb barátból lesz a legnagyobb ellenség, és igazuk van, mert én is utálom már. Tehát tényleg utálom. Tehát hullik, ferde, nyomorult. Nem beszélhetsz így egy volt barátodról, utál nem. Igen. Na mindegy, mi újság, hogy vagytok, jó vagytok? Minden a legnagyobb rend. De van, én azért örülnék neki, mert hogy tegnap például nem beszéltünk arról, hogy mik azok az új fogadalmak, amiket tettünk 2015-re, már pedig mindenki tesz valamilyen fogadalmat, legfeljebb azt, hogyha más nem, hogy nem fogadok meg semmit. Én azt mondom, még többet fogok maszturbálni. Igen? Abszolút. De így sincs okom panaszra. Én ezt akartam kérdezni, hogy most hogy állunk? Hát nem tudom. Gyerekek, büszkék lennétek rám, de én ezt megfogadtam ott a himnusz alatt decemberben, hogy hadd szóljon. Én nem tudom többet. A himnusz melyik soránál jutott eszedbe? Bár előtte. Mondtam, hogy Vikikém, fogd meg a kezem. Akarod hallani az újévi fogadalmat? Nem baj, akkor is elmondom. Van, bármi is következik, most a sasmaraton vagy a himnusz, én nem fogok kevesebbet cső. Arccal a boldogság felé. Hát, szerintem csak ilyet érdemes megfogadni. Tehát ez a leszokom, nem futok, nem dohányzom, többet sportolok, ez bullshit szerintem. Tehát ez hülyeség. Hát már, ha nem csinálod. Megszegni jó őket, nem? Hát én nem osztom a véleményedet, én azt gondolom, hogy mind a két vonalra rá fogok állni. Nem tudom, szerintem nem jó, önbizalmilag sem jó, mert csalód saját magadban, mert 10-ből 9-szer nem tartod meg, és csalódást okozol magadnak. Januárban tart a lendület, megfogadsz valamit, nem? Úgy gondolod, hogy ne csalódást okozzál magadnak, hanem örömet. Él. És ne olyat tűzzél ki, amit nem tudsz tartani, tűzzél ki olyat, amit szívesen tartasz. Hát így gondolkodtam én, érted? Most az, hogy futok minden 5 kilométert, hát fusson, akinek 5 anyja van, vagy akit kerget. Még vagy... egy darabig tudod csinálni, igen. De aztán vagy nem eszem mi annyi édeséget. Napi még egy krémes, ezt fogad meg. De szerintem csak ilyeneket érdemes. Tehát sanyargatni nem érdemes magad, mert csak kiszúrsz magad, mert úgyse tudod betartani. Akkor minek csap be magad, és minek okozzál csalódást magadnak? Fogadj meg olyat, hogy sokkal több édességet eszem. Na várjál, és tartod? Már amit megfogadtál? Már a fél éves átlagot meghaladtam. Tehát már a fél éves költségvetést feléltük, úgyhogy nagyon jó vagyok. Na, de mit akartál mondani, hogy megfogadtál valamit? Hát de, hogy tökre jó lenne, hogyha például mondjuk valaki megfogadná azt, hogy elmosogatja magad után azokat a tetves poharakat, amik egyébként most nyakig vízben álltak kint a tálcán, mert képtelenek. Most vettek a kedves kollégáknak egy mosogatógépet, de még mindig nem sikerült ezek szerint beüzemelni, vagy kulcsra zárták az ajtót. Mosogatógépet? Mert ebben az épületben van konyha? Nem, nincsen. Nincs, betették a zenei szerkesztőszobában. A mosogatógépet? Van. Csoda, hogy nem fér hozzá az új zenéket. De rakjunk még be egy szárítót, egy fregolit, egy ízés. Rakjunk még be egy kicsit dolgot, érted? Egy kenyérsütőt, egy mikrohullámot és egy szendvicsütőt. Hát ez nagyon jó. És kapott a Tami egy mosogatógépet. Igen, ő is mindig tiszta pohar. Mosogatógépek teljhatalmú úrnője. Mert nála van, amíg ő itt van, be tudsz menni, utána hello. Azt ennyi. Hát. Azt a mindenit. Bizony. Hát, ha itt mosogatógéped van, élethalál úra vagy. De ki nem mosogatja, hol találkoztál vele itt? Hát túl vagy?
hogy nézd balra, illetve hogy ahogy néz ki jobbra. Például ott van az én bögrém is, amit nem mostam el. Bocs. Én sem mostam el. Elmostad? Elmostad? Anna elmosta a miénket. Én kettő bögrét használok reggel, egy zabosat meg egy kávésat, én mind a kettőt kirakom oda. Aha, én egyiket sem mosom. Hát mosogassál már, öcsém. De miért? Legyen már ez a, ugye, legyen már ez a 2015-ös fogadalma. Nekünk van takarító. Volt egy nagyon helyes takarító, én aki ledilleltem, hogy mindig nyissa ki nekem a hátsó bejáratot, hogy ne kelljen körbe menni, és mondta, hogy persze, aranyom, aztán soha többet nem láttam. A pénzt elfogadta. Elutaztak ki a mai kárt. Olyan cuki volt, négyszer kinyitotta, aztán én azóta nem láttam, remélem, hogy nincs baj, mert nagyon szimpatikus volt, de én mindig ide leraktam, és láttam, hogy ő másnap reggel ezeket elviszi. Igen, odáig már jutottunk, hogy valaki tegnap például beáztatta a bögrét, ezt úgy csinálta, nem beáztatta, én vizet hagytam benne. Na jó, van, nagyon jól tetted, mert ma reggel, vagy ma tegnap délután valaki ebbe beletette ebbe a bögrébe egy másik poharat, és ebből kifolyólag, igen, csinált magának egy jó hideg zöldtel. A piros csinált magának egy jó zöldtel belőle. Figyelj, nyakig állt a víz. Ó. Oh. Gyerekek, kövezzetek meg, én azt hiszem, hogy egy munkahelyen... Követ sokat! Bárhányan szívesen megtennék. Gyerekek, szerintem egy munkahelyen belefér, hogy van itt egy takarítónéni, aki egyébként minden munkahelyen van, és mindenhol takarítanak, és akkor én azt oda tegyem. Hát neked fér bele, de neki nem. Ez de akkor szerintem új a máma, mert hogy a régi máma elmosogatott. Egyébként ez lehet. Nem új a máma? Hát de olyan... Hát nem tudom. Beszéljünk én nem találkoztam eddig vele. A tavalyival, aki láttam. Téged beengedett, én minden reggel találkoztam. Mert benne volt még 3-4-6-kor, köszönöm szépen, biztos jól van, de most meg nem találkozom vele. Tehát vagy korábban jön, vagy másik jön. Uh-huh. Vagy nem jön. Hát, szerintem most lehet, hogy nincsen mamma. Lehet, hogy nincs. Most nincs. Nem tudjuk, vagy nem tudjuk beazosítani, most találkoztunk vele először. Csináljuk azt, hogy minden használt bögrét oda teszünk, és várunk. És aha, megnézzük, hogy mi lesz. Tudom, de te sem mosogatod el, hanem hát úgy eltelik lesz egy-két nap, és ilyen tudod, bögre, tányér, fél grill csirke, két alma paprika, tudod ilyen is. Minden mindennel kitámasztva, hogy nehogy ledőljön. Igen, és mint amikor egy marokkozol, hogy nem tudom, mi az a pálcikás játék, tudod, amit marok, úgy rakod oda még az utolsó parat, hogy te még el tud venni a kezedet, hogy nehogy ledőljön, igen. Hát előbb-utóbb azért csak, és te most mi beálltál reggel 5-re bejössz, és hatig mosogatsz? Hát nem, a 2-3 bögrét el kell mosogatnom, hogy mire jöttek, addigra legyen ott valami. Kávézni. Ezt meg te mostad el ma? Azt nem, azt valahonnan. Szerintem azt viszi haza magával a Laci. A Laci mindig olyan szépen elmosod. Mert ilyen pohár nem volt bent nálunk. De akkor csináljuk azt, Feri, hogy iszunk belőle, és betesszük a fiókunkba? Igen, és csináljuk azt, hogyha mondjuk 2 kávét iszol, az 2 külön bögréből. Az hogy nekem semmiféle problémát nem okoz, mert csak legyen, így csináltam eddig is. Mennyi idő az, amíg van bögrénk? Nem, én megmondom, mit csináljunk. Hozz egy 1/2 kiló rizst. Jó. Szórjuk aha el itt a szőnyegbe, és nézzük meg, hogy holnapra kitakarítják-e. Igen, menő. És utána pedig nagyon segbevágó ágyékötőben szumozzatok. Az nem rossz. De lehet, hogy már annyira spórol a cég, hogy már takarító néni sincsen. Mert tényleg itt volt az a helyes idős néni, és ő már nincs itt. Volt egy, akit megszólaltatta, hát, hogy szegénykém, aztán volt... és messziről indult. Nem, és mindig 6 órakor ért oda az ajtóhoz, hogy azt kinyissa. De tényleg nincs már napok nincs, óta. Szerintem nincs takarítónünk. De remélem, nincs semmi. Ezeknek minek? Minden reggel ugyanaz, hogy rohagyjanak. Én fölmondok, igazgató úr. Jó, gyerekek, van amiből nem tudok leadni. Tehát, ha szóltok, és azt jelentek, hogy vészhelyzet van, tényleg mossam el, akkor elmosom. De nem, én még egyelőre kirakom oda verziót használom. Ha szólsz, hogy azt mondod, hogy Bali, ez már vészhelyzet, akkor én elmosom a saját bögrém. Akkor jobban old meg. Bali, ez már vészhelyzet, hagyjál vele, szarom. Bali, nagy a baj, igen. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra a hallgatók vezetnek, egy nagyszerű játékossal játszottam tegnap. Ez brutális volt. Brutális. Jó volt, ügyes volt. Egy mészárszék volt. Nagyon jól játszott. Ki volt ő? Egy játékos, ja, aki nagyon jól játszott. Egyébként tényleg jól játszott. Leestél előre a vonatot. Nem tudom, gyűrted, nyomtad, toltad, de valahogy nem bírtál vele. Nem, túl jó volt. Ügyes volt. Hát jönnek nagyon. Ez egy már új generáció. Ez a 2015-ös, ez egész na más szett. Gyerekek jönnek, nyomulnak, fiatalok, hihetetlenek, tele vannak lendülettel, nekik már ez nem nagyon megy. Viszont fölment a Prügyi Dónak a Facebook oldalára. Neked mennyi időd van? Halljátok? Kutyafádat, de jó lenne ennyi idő lenne. És gyere korábban, te is. és hárman vannak. Micsoda? Nem lehet és a én duó erről nem olvastam. Hát igen, és már ezek szerint nem duó, hanem trió. Prügyi trió? De mi ez, ami rohadt mondóka? Hát már Prügyi duóval is sok bajom van, Prügyi trió. Hát ez ki tudja kimondani. És miért Prügyi kvártett, meg hát nem tudom. Hát lesz majd Prügyi kvintettük szerintem később. De tényleg? Nem lehet, hogy valaki belekeveredett a fotóba, csak pont átment és befotozták? Ja, és nem tudtak levágni. És a pont ott hátul volt, egy film volt még, tudod? Egy kocka volt még a 24-es kockából, és befotoztak valaki? Nem, mert pont a szélen áll az a srác a képen, aki szerintem új.
a csapatban. És mit csinál? Azt tudja, hogy de sofőr, vagy hát új hangszeres? Nem tudom, mert hát úgy vannak, érted, hogy hárman vannak rajta, tehát ez egy trió lett. Miért történnek ilyen dolgok, amikről mi nem hallunk? Fontos egy dolog, de miért nem szólnak? Hát nekem, aki 3 éve nyomom őket, érted? Szinte egy álmenedzser vagyok. Te, aki mindig megemlíted őket, legalább egy SMS, hogy Jani hárman lettünk. Így van. Most már nem duóként emlegessetek minket, hanem trióként, mert itt vagyunk. Hárman. És változott a honlapjuk? Hát, vagy a Facebook, tehát hogy az oldal neve. Trió lett? Nem. Ez az érdekes a dologban, hogy megváltoztatták a profilképet is, és ugye hárman szerepelnek rajta, és még mindig duónak hívják őket. Nehéz lesz kimagyarázni a közönségnek. Duó koncert. Így van. Jó, de ki a harmadik? Van ilyen, hogy Prügyi Duó koncert, ez még van? Persze. Biztos, hogy van. Igen. Szerintem simán lehet őket hívni falunapokra. Szüli napodra meg. Ennél rosszabbat nem lehet mondani egy előadóra, hogy mikor mész falunapra, tudod. Na jó van, hát majd lehet rájuk csörgünk. Hogy mi van velük, nem? Hogy vannak? Hogy futottak neki ennek? Ők kedvelnek minket, meg tudják, hogy beszélünk róluk, meg tökre örülnek ráncok. Egyébként, igen. Szerintem már csak azért vannak, mert mi még beszélünk róluk, nem? Vagy ők még vannak. Ilyenkor, amikor megemlítjük, szerinted megemelkedik a meghívások száma? Szerintem egy csomó menedzser a fejére csap, hogy hát tudom, Rúzsa Magdi, Wolf Kati és a Prügyi Duó. Hát igen. Tudtam, hogy ki a hiányzó lánc. Tudtam, hogy kit nem hívtunk tavaly. Na jó van. És pedig most lehet, hogy ugyanazért a lóért 3-an mennek el, tehát szerintem jobb. Ez a minő. Nőséget nem biztos, hogy javítja. Nézzük gyorsan egy-két SMS-t, mit írnak nekünk korán kellő. Drága hallgatóink, Balázs, mamma nincs, majd holnap lesz. Jaj, jó. Igen. Szia, Bali, egy hónapja nem cigizek, meg lehet csinálni, Feri, hogy áll? Jól, Feri, most ülök. Feri egyrészt ül, kettő tényleg minden nap 15 percre leszokik. Figyeltek, szilveszterkös, én megfogadtam 15 perc, betartottam. Valamelyik nap láttam egy ilyen reklámot a tévében, valamilyen ilyen nikotin tapasztalat, nem tudom, micsodát reklámoztak, következő volt a reklám. Látunk egy embert, ki küzd fel valamilyen hegynek az oldalán, felér a tetejére, egy gyönyörű a kilátás, fantasztikusak a hegycsúcsok, a kék ég, felhők, stb. És egy nagyot sóhajt. És aztán mondják, hogy ez egy ilyen tapasznak a reklámja volt, tehát hogyha felveszed, hogy akkor ezért szokjál a dohányzásról, érted? Neked is van esélyed, rakjál fel egy ilyen tapaszt. De hogy tényleg, hogy gyerekek, szerintem hogy a szent meggyőződésem, hogy a tapaszt a dohánygyárak találták ki. Abban én biztos vagyok. Ne szokjál le, csak azért ne szokjál, hogy fel tudjál menni egy izére, egy 1500-ös, 2000-es vagy 3000-es hegynek hát a tetejére, és megnézted, hogy csak lassabban. A dohánygyárak úgy gondolkoznak, hogy oké, nézzük meg a hülyéknél, akik megpróbálnak leszokni, de úgyse sikerül. Hogy egy hónapig mivel tudunk még plusz bevételt szerezni, amíg ugye kiesik az, amit ők nem költenek cigarettára. És azt mondta, hogy 1000 forintot elkölt cigarettára, majd vedd meg a tapaszt 1500-ért, plusz 500-ba vagyunk, te úgyse fogsz leszokni egyébként. Mert visszaszoksz a cigire, mert nem ér semmit, de addig sincs bevétel kiesés. Szent meggyőződésem, hogy a tapaszt azt a dohánygyárak csinálják. És aztán ez jó lesz azoknak, akik hisznek abba, hogy ezzel le tudnak szokni. 3 hónapig tapasztozol, elköltesz ugyanúgy 30-at, majd visszaszoksz a cigire. Olcsó, mint ez a rohadt kolumbiai dohányért. Hidd el, hogy ezt kitalálták, hogy mivel lehetne. És akkor azt mondták, hogy legyen tapaszt. Ki az, aki tapasztal leszokott? Szerintem kevesen, nem? Laci, hogy állsz? Ja, ő nem tapaszos. 6. napja nem dohányzó. Mondjuk lehet, hogy a póló alatt úgy néz ki, Laci, mint egy múmia, így rajta 3000 darab tapaszt. Nem, ő is bogyós. És nem szedsz, nem itt semmi, nem? De mi? Van valami cigarettellenes bogyó? Hogyha rágyújtasz, meghalsz? Igen, az agyban stimulálja azt, hogy nem vágysz rá. És tényleg stimulálja? Igen. Azt mondom neked, cigi? Próbáltam többször leszokni, és már így 2-3 nap után már így remegsz utána. 2-3 napig tudod tartani. És neked ez most semmi? Most egyelőre egész jó. Tehát, ugye, abszolút. De ha most rágyújtanál, elájulnál? Vagy lenne valami olyan, mint ennél a bőr alá beültetett a kapszulánál? Nem tudom, Feri elővet egy dobot cigit. Azt mondják, hogy rossz íze lesz. Tehát, hogy valahogy úgy változtat meg benned ezt valamit. Ezt kipróbáltad? Tehát, még nem, mert nem. Hát akkor mondjuk, gyújts már rám most, hogy nézd már meg. Van-e? Kösz. Figyelj, és nem hiányzik ez a kis trécselés, kis pletyka, kimész, izé, ott dumálsz. Ez csak a második nap. Ja. De arra nagyon figyelj, Laci, hogy ne a Feriét szívjad. Mert tudod nagyon jól, hogy ami ingyen marad, az nem rossz ízű soha. De Feri nem olyan, mint a Vágó István. Van egy kínálós cigije, meg van egy saját cigije, tudod. Társ vagyok. Vágóra azért konkrétan
és agymány cigit, persze, rohadjál meg, elővette a felső zsebéből, adott egy fecskét, ő meg elszívtatod a Marlborot. Legendás. A belső zsebéből kikaparok neked egy marék bohányt, és sodorj belőle. És meg kell, hogy kicsit finoman is mondta, hogy rohadjál meg. Igen, egy száz cigit kértél tőle, soha többet nem kértél. Két doboz cigivel járt mindig. Vágóval kapcsolatban képzeljétek, hogy mit hallottam tegnap adáson kívül, két megszólás között Balázs mondta. De szemét állott, nem mondtam semmit. Szeretlek, Pista. Na, elmegyünk hírezni egy kicsit, jó? Lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne egy orbitális verést az arcára. Nyugodtan írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk, Ákos, ide jutam. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. Köszi, Ákos, menj a dolgodra. Óriási voltál, Ákos. Ennyi volt, negyed órát beszélek, és kiküldtök. Hallasz? Ennyi. Nagyon menjél, jó. Menjél, vegyél levegőt, egyél, így áll valamit, kicsit pihenj le. Ahogyan ártalmatlanítják a közveszélyes fenyőfákat, anyagot imádtam. Brutto 12 percben a gyilkos, körözött fenyőfákat hogy ártalmatlanítják. Nagyon jó. Maradt abban még valami? Mindig csak a vér is. Tényleg, ezeket a fenyőfákat kirakják az utcára, aztán ott elkezdenek rabolni, betörni, buszra szállnak bérlet nélkül. Hát ha persze, hogy ártalmatlanítani kell őket. A fenyőfa kommandó, ugye? A fenyőfa kommandó ártalmatlanítja a fenyőfát. Jó, szeretnénk, hogy a következő írókban legalább ekkora terjedelemben, beszélnél a fostos bugybókáról. A fostos bugybóka a kedvenc madarunk, ami egyébként a legszebb is. Mondjátok meg nekem, hogy a fostos bugybókát kinyomja. Harmadszorra lesz az év madara. Harmadszorra. Kinyomja. Van egy sajtóügynöksége. Egyébként megnéztem, ez egy nagyon szép madár. Gyönyörű, szép, csak büdös. Dobáltátok már kőbe? Ne, pont. Melyik madár, aki jó szagú, de tényleg. Hát ha hallottad a bejátszót, ugye ez forró híg dolgot lövel az ellenség. Nem, a Benivel pont múltkor kint voltunk a kertbe, és próbáltuk az új légpisztolyomat, és pont ilyet lőttem le. És basszus, ez egy tök szép madár. Egy 3 millió forint egyébként, tehát nem. Tehát amikor a Beni kezébe fogtak is élettelen testét, akkor jöttem rá, hogy úristen, mit tettünk. Hát ez egy gyönyörű madár. Hívom a madártani egyesületet, és akkor létszi utaladát. Csak humorizálunk, nyilván ne vegye senki komolyan. De tényleg ez a búbos banka, vagy ez a böcsök? Volt, amit lőttem. Igen, és kettő. Ez a búbos böcsök, ez már a harmadszor az év madara? Igen. 89-ben és 90-ben is volt, úgyhogy az utóbbi 20 évben kicsit a PR-ja megkopott, de hát most visszanyertem. És ülnek emberek, felnőtt emberek, családos emberek, és egymást verve vitatkoznak az, hogy mi legyen az év madara. Online lehet szavazni. Hát de most lehet szavazni. Legyen a szajkó. Anyád, a szajkó, nem lesz a szajkó. Legyen akkor a, nem tudom, sisakos kazuár. Kazuár, de hogy lesz a kazuár, ez így megy? Hogy szavaznak erről? Gondolom védett azért, nem? Hogy vigyázzunk rá. Igen, ilyenkor több, nagyobb figyelmet fordítanak rá ebben az évben. Most, hogy ez mit jelent, ez egy érdekes kérdés mindig. Ugye van az évfája választás, az ugyanez, tehát kicsit jobban simogatják a fűszfát. Na, ott kitolnak! Hát gyerekek, ez totál vakvágány szerintem. És komolyan. Miért? Nem. Hogy milyen madár ez? Mi? Fostos bugybóka. Fostos bugybóka. Ne, szívassatok már, ne. Fostos bugybóka. Ez a népi elnevezés. Igen. Fostos bugybóka. Fostos bugybóka. Belőle a... De nem ezt olvastam tegnap, nem így hívják, hogy... Búbos bankának hívják, de a népi elnevezése Fostos bugybóka már a sokkal szimpatikusabb. Több perce részletezett... Most az ornitológusokon kívül tényleg ez mond valakinek valamit, tehát a rászáll a kerítésemre egy fostos bugybóka, majd felkiáltok, hogy vigyázz, védett, az év madarával beszélsz? Vagy az év madara ül a kerítéseden? Vagy ez tulajdonképpen, tehát nekünk laikusoknak ez mit számít? Mert most megnézted, meg, hogy néz ki, most már tudni fogod, hogyha rászáll a kerítésre. Meg, hogyha abszolút, most már le is nyomom a Benny pisztolycsövét, mindig Benny. Tök komoly szimbolikus jelentőség is van ennek a madárnak, 89-90, érted, rendszerváltás, tehát gyakorlatilag a szabadság madaráról beszélünk. Száj, bugybóka, szárnyú. Ez akkor olyan, mint az éhezők viadalában a posszáta. Tehát felmutatom a posszáta jelet. A mi posszátánk a bugybóka. A mi posszátánk a fogyfos bugybóka. Fosfos. Hát gyerekek. Figyelj, én értem, hogy emberek szeretik a madarakat, és azt tanulmányozzák, de ezért vannak értelmetlen dolgok, mint a fosfos bugybóka megválasztás az évmadarának, hát szerintem totál vakvágány. De nekem nagyon szimpatikus. Picit több szó esik már róla, mint a túrúról. Most komolyan mondom. De az egyébként nem biztos, hogy baj. És akkor most neki állítanak majd szobrokat, mert eddig ugye a túrú szobor volt, most a fosfos bugybóka lesz. Tatabányán. A túrú mellett csinálnak egy kis helyet, és ott lesz majd szétárt szárnyal. Sose értem, amikor egyébként ornitológus. Fossal.
ornitológusok mondják, hogy kihalt az utolsó fogyfos bugybóka. Tudod, olvasol ilyeneket, és akkor mindig felmerül bennem, hogy egyébként miért te tudtad, hogy mennyi van, és az összes, megnézted az összeset, hogy honnan a fenéből, tehát találtál egy tetemet, vagy csak te bejelentetted, hogy naggyá váljál. Megtaláltam az utolsó fogyfos bugybókát. Hát azért nézzük már még körbe, hát ha van még egy utolsó 10 darab valahol. A kis fostosokról azt kell tudni, hogy ilyen emberkövető életmódot élnek, tehát hogy őket azért lehet látni. Elég gyakran az emberek körül, és hogyha nem lehet látni, akkor kihaltak. Hát nem egy panda mackó, igen. Tehát az előfordul. Igen. Te mikor láttál utoljára fostos bugybókát? Hát de tényleg. A gyerekek, mi nyilván a városban kevesebben. Én a Balázsnál. Ja. Tehát itt több McDonald's van a városban, mint fosfos bugybóka, de hát ha kimész azért a városból, ott szerintem, ha tudod, hogy mit kell nézni, mióta megnéztem a Szajkót, hogy az milyen szép madár, mert egy leszállt a kertünkre, azóta bárhol megismerem a Szajkót. Na, most már a fostos bugybókát. Kék az alja, úgy néz ki, mint egy galamb, kicsit vékonyabb, hosszabb, és kék itt a tolla, az a Szajkó. Azóta tudom, hogy az a Szajkó. Most már fogyfos bugybókát is tudom, igen, hogy az is a nekem volt egyszer egy kvarc Szajkóm, csak vagy hívják, aztán kiderült, hogy hamisítvány. Csak 50 is volt, nem hét. Igen, viszont be tudtad vele kapcsolni a tényét, az álljon. Nagyon jó volt. Na jó, van, játszunk egyet, köszi Ákos. Jó, hármasugrást játszunk. Hármasugrást? Miért játszanánk hármasugrást? Hát, már menjünk haza. Azt játszunk, amit akarunk, nem? Negyed órás legyen Ákos. Minimum. Fekete-fehér igenemet játszunk már is egy hallgatónkkal. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, szép jó reggelt nektek, sziasztok! Szia! Szia! Hello. Hogy hívnak? Hello! Gabi? Hívnak, Gabi! Igen. Hello, Gabi, honnan hívsz minket? Sagótarján. Sagótarján. Még ne győzik két, hogy nem, ugye, én utőtáborba jártam hozzátok. Én meg túrázni. Ne haragudj, pont a győzikét akartam, hogy szegény Salgótarjának, hogy ezt így le nem mossátok magatokról, komoly, nem szabadultok a győzik átoktól, tényleg. Honnan jön Salgótarján? Győzike! Ugye, hogy ezt mindenki azonnal bemondja, pedig egy szép hely, gyönyörű helyekre lehet onnan túrázni. Mi nem azt mondja, hogy Salgóvár, Somoskújfalu. Rengeteg helyre lehet menni kirándulni. Hát mi az Ereszre kevés, nem szoktunk nem menni, de... Már nagyon veszélyes, én a gyereket nem engedem, de hát van az. Csak sziklát mászni, vagy barlangba, vagy hasonló. Tökéletes. Az jó. Nagyon-nagyon szép hely. Felétek vannak fostos bugybókák? Én még nem találkoztam velük, de majd innentől kezdve. Hát, vagy találkoztál, csak nem tudod? Az évmadara, figyeljétek rá. Búbos banka, vagy nem tudom, jó? Ne, hagyjuk meg ezt a búbos bankát. Ez olyan, mint valami, nem tudom, mint Jókai múzsája, vagy én nem tudom, ez olyan urizáló. Igen, jó, Igen. Annyit hagyd mondjak már nektek, hogy ez egy különleges kívánság, hogy veletek beszélhetünk, ugyanis a kisfiam minden reggel titeket hallgat, Budapestre járunk föl iskolába, és megvan értetek halva. Tehát ez volt a kívánság, hogy egyszer megtelefonálhassunk a Morning Show-ba, játszhassunk. Mert hogy lesz játszó otthon. Hogy hívják? Bálint. Szia. Bálintnak hívják. Jól van. Akkor nagyon-nagyon drukkoljon Bálint, jó? Kivel szeretné játszani, Gabi? Balázs, veled. Hogy megint én legyek a szemét, a kegyetlen, a könyörtelen, aki egy gyermek álmát töri ketté. Ó, nem tudom, rémálmaim legyenek, nem tudom. Uh-huh. Még ezt megteszem. Tehát, amit tőlem telik, tehát lehetik nekem jön egy születésnap meg. Ez csak a búbos bank, ez mit volt. Gyerek, meg jaj, de régen akartunk. Mi profik vagyunk, ez nem lehet ellágyítani bennünket, nem? Jaj, nem, dehogy nem. Na, mehetünk? Kicsit, igen. Jani? 3-2-1 fire. Na, itt vagyok, figyelek. Halló, itt vagy? Halló, itt vagyok. Itt vagy, mit csinálsz éppen? Gabi. Úton vagyok Budapestre. Úton vagy Budapestre. Gabi, jól értettem? Igen. Köszönöm. Istenem, ez a régi trükk! A régi trükk! A 2012-es trükk! Így van, régi trükk, de jó trükk. Bevált. Így van. Fél éve nem hallottuk ezt a trükköt, és bejött. Na, látod. Így Gabi, hát bocsánat, ne haragudj, de kellett a pont, mert hogy tegnap buktuk. Jaj, nem viszél. Én köszönöm a játékot nektek. Fogtok még minket hallgatni ezután is. Szia, Bálint! Hello, Bálint! Sziasztok! Ciao, köszi! Neked is, ciao. Kicsit lepattintott bennünket. Azonnal megutálj, igen. Azonnal. A nagy szerelemből azonnal utálat lett. Eddig hallgattunk benneteket. Anya, ne kapcsold el őket, csend! Gyűlölöm ezt a srácot! Mostantól Kossuth Rádió.
Hol van az a rohadt musical? Hogy tudok a Petőfire kapcsolni? Hát gyerekek, bocsánat, de kellett, szóval ennyi. Én értem, hogy gyerek, meg szülinap, meg ballagás, meg tudod, mindig próbálnak minket egy kicsit így érzelmileg manipulálni, de szőrös a tököm. Örülünk, hogy egy újabb információ. Úgy értem, hogy profi vagyok. Tehát ja, szőrös tökű profi, ezt igen, jó, hogy ez bejött, ez a picit merékesnek tűnő információ itt a téma farvizén, de azért... Ne, azt akartam, minden, hogy profik ez vagyunk, egyszer mennünk kell előre. Nem volt elég időd a gyerek, Mia? Én mindig odafigyelek. Az utóbbi két évben nagyon elszabadult a gyepszügy. Vigyázni kell, nagyon nekem is múltkor belegabajodott a macska. Arra gondoltam, hogy egyszerűen profik vagyunk, az univerzum királyai, ha már nem lehettünk, gyerekek, menni kell előre, szóval nincs kegyelem. Nekünk keményen kell melózni, minket ne nyom senki, mint az Upupa Epops. Így van. Hívják egyébként a fastos bugybókát latinul. Upupa Epops. Upupa Epops. Komolyan mondom, fölhívom az Upupa Epops sajtóügynökségét, hogy vegyen már át engem, hogy kicsit nyomjanak már engem is, mert szörnyű ennyire mennek. 7 óra múlva pontosan 1 perccel meghallgatjuk a legfrissebb híreket, abban kb. 6 percet a fenyőfák ártalmatlanításáról. És, igen, egy vágott anyagot. Egy vágott anyagot. Rövidített vágottat. Aztán jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, Jani, Feri, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk már megbarátkozva a 2015-ös évvel, ugye nincs kegyelem, látjuk az SMS-ekből, hogy azért úgy ébredezik az ország, tegnap tényleg néma csend volt, és olyan volt, mint a mindenki kivett volna még egy nap szabít. Ma már azért látjuk az utakat, a közlekedési híreket és az SMS-eket, hogy igen, olyan, mintha még a hétfőt így mindenki kivette volna. Pedig óvoda, iskola, minden volt. De ma már tényleg menthetetlenül fel kell ébredni és el kell menni dolgozni. Kivéve annak, aki ugye Szabin van. Ákos, jó, nem hát beszélt, nem. Mondjad? Nem, ezt akartam mondani, hogy hát basszus, semmi a 7 órás hírekben gyakorlatilag semmi nem volt, hogy kedves hallgatók hírése, egyébként teljes joggal dühös Ákosra, amiért nem volt, és valószínűleg a tegnapi csend az utakon is ennek volt köszönhető, hogy az embereknek kellett az idő még a karácsonyfák ártalmatlanítására. Nem mertek kimenni. Ne. Igen, mert írjanak, hogy egy dühös hallgató, hogy a 7 órás hírekben a karácsonyfák ártalmatlanításáról nem beszélt Ákos, vonjátok le a fizetését. Mert rászóltak oda bentről, hogy ne áruljon-e minden titkot. Hogy ártalmatlanítják az ön és közveszélyes karácsonyfákat? Nem kevés információ volt még a tarsójában a témával kapcsolatban, csak mondjuk. Igen, ugye nevettünk ezen, mert a félhetes hírblogban volt egy laza brutó 12 perces anyag a rohadt szemét köztörvényes bűnözők és nem tudom, fenyőfák ártalmatlanításáról, hogy mit kell velük csinálni, és beszéltünk arról, hogy milyen lélekromboló ez tényleg, hogy 24-én még szeretett, fotózott, díszített, veszekszel, hogy ne oda a csillagszórót, aztán harmadikán meg vagy gyűlölött, kidobod, és ott fekszenek a sárba magányosan, elhagyatottan. A legpronyobb, mikor valaki dísszel dobja ki. De láttam most ilyet, tényleg, amikor három dísz, kell ez a dísz? Nem, és rajta marad egy ilyen szánkozó angyalka, egy félig törött üveggömb, meg egy ilyen ferde csúcsdísz, tudod, és így úristen. Hát, vagy az van, amiről tegnap beszéltünk, ugye valaki így akar megszabadulni az ajándéktól, az anyostól kapta azt a karácsonyfedést, és akkor majd a fejre csap a megfelelő pillanat, hogy jaj, basszus, mama, kidobtam a fával egy. Hoztam belőle még. Tízes pak volt akciós. Hát igen, van ilyen. Igen. Tényleg, van nekünk egy fotópályázatunk, a fenyőfákról jutott eszembe, hogy ezekre még lehet menni, fotózni, lájkolni, küldeni. Január 15-ig azt hiszem várjuk a pályaműveket, utána még van a szavazati idő. A morningshow.hu-n ugye az így mi volt? Így karácsonyoztok ti. Így készültök ki ti, pontosan. Kicsit átkonvertáltam. Jól nem, arra úgy híradások kiavítottak a tisztetlenségre. Így készültök ti ki, ez a fotópályázat címe, és ide vártunk ugye pályaműveket, hogy ki, hogy karácsonyozik, ki, hogy szilveszterezik, ki, hogy készül ki ugye az ünnepek alatt előtt, és ezekre a pályaművekre rengeteg jött egyébként, lehet szavazni, lájkokat küldeni, a legtöbb szavazatot kapod, 50 ezer forint KP-t nyer. Az most szerintem mindenkinek jól jön. Igen. Kell a pénz, megy egy matricára. Halkan mondjuk zsebbe tesszük. Nem kell róla papír. Nem kell róla papír, nem adunk számla, zsebbe tesszük. Hogy 50 ezer forintot lehet nyerni, úgyhogy menjetek a morningshow.hu-ra, nézzegessétek a fotókat, hát sírni fogtok, nagyon beteg dolgok. Egyre betegebb dolgok vannak fönt, igazából már lehet, hogy egy-kettőt így moderálni kellene, mert kezd el szabadulni a pokol. Nem engedem, hogy megnézz. Igen, nézzétek meg, Morning Show.hu, szenzációs pályaművek érkeztek, nem sokára majd lezárjuk a
a nevezést, és utána jön majd az az időszak, amikor lehet szavazni. Jó? Úgyhogy nézzétek meg a Morning Show-pont. Gyereknek nem engedett durvák? Tényleg, én is megnéztem, két ünnep között vannak durvák. Most már azért kezd elszabadulni a pokol. Azt hiszik a hallgatóink, hogy nem látjuk ezeket, és nem, mivel nem moderáljuk, és nem veszünk le semmit, nézzük azért, látjuk, a nagyon durvákat eltávolítjuk. Eddig csak 400-at kellett leszedni. Úgyhogy... A szilveszteri képet most értek. Igen, most jöttek a szilveszteri pályaművek, igen, hogy készül mindenki ki a szilveszter alatt. Na, nézzük az SMS-eket. 77-es főúton Tapolca díszelnél felborult egy kis teherautó, ezt Tom küldte nekünk. Köszönjük szépen, ha egy gyenge lánytól nagyon csúnyán ki akartok kapni, fiúk, engem hívjatok. Játékra írta Ildikó, bruttó fél órás késéssel. Se baj. Se baj, Ildikó, hát holnap egy nagyon picit... korán a honlapira. Igen. Tényleg én vagyok a hülye, hogy arra gondolok, hogy elkésett. Hát ki tudja, hogy nem a szerdaira jelentkezett? Persze. Népligetnél az egyes vonalán ellenőrzés van. Totó küldte nekünk. Aztán 97-es vagyok, ez nem érdekes. Azt mondja, hogy Dunabogdánynál Budapest felé a 11-es úton van egy balesetes csengő üzente nekünk. És igen, azt nézem, hogy van-e még valamilyen megközlekedés. M3-as autópálya 204-es kilométernél drága fotók készülnek Budapest felé vezető oldalon. Ezt Józsi küldte nekünk. A Búbos Banka az állatvilág kaszatibie önpromó szempontjából. Ezt Richeli ő küldte nekünk. Akkor ezek szerint saját magát tolja, mert a Tibi az leginkább hát, igen. A Tibi a leginkább magát tolja. Na jó, de a Búbos Banka is akkor ezek szerint? Vagy mögötte ott áll az ügynökség? Hát ezt akarjuk most kideríteni, mert hogy... Tehát akkor ez visszafelé is igaz? Bocsánat, hogy a szabadba vágok, tehát akkor Kassa Tibi a popvilág fostos bugybókája? Igen, igen, és a fostos bugybóka a madárvilág Kassa Tibi-je. És hogyha valaki el akarja hapolni előle a hétvégi haknit, akkor ő hogy védekezik? Híg forró fossal. Ugye beszélgettünk arról itt a hírek előtt, hát ha valaki most kapcsolódott be, hogy megválasztották az év madarát. És arról beszélgettünk, hogy egyáltalán hogy megy az ilyen szavazás, komoly ornitológusok nyakkendőben, öltönyben, mint az ukrán parlamentben egymásnak feszülve verekednek, és ki a szajkót, ki a sisakos kazuárt, ki a fostos bugybókát akarja megválasztani az év madarának, kitolja a bugybókát, miért lett ő az év madara, nyilván nagyon sok madár van a kihalás szélén, amire oda kell figyelni, mégis a bugybókának van egy olyan PR ügynöksége, hogy ő lett az év madara, már többször is. Igen, 89-ben és 90-ben is ő volt. Vannak ilyenkor védőbeszédek, hogy korteskedni kell, hogy azért a fostos bugybóka, mert... Komoly ornitológus sok felszólalnak. Mindenki lökhet valakit, igen. De már volt kétszer, a feleséged is meg volt kétszer. Még se lettél az év madara. Te szemét, igen. És a Debreceni Ornitológus Fesztiválon azt látod, hogy komoly ornitológusok birkóznak egymással. Igen. Hogy melyik... Soroljatok föl nekem három madarat, tessék. Feri? A fekete rigó. Igen. Jó, most ne gyere, galamb, ez a gólyam. Hát miért? Hát az madár. És a veréb. Fekete rigó, fostos bugybóka. Oké, mondok. Gólya, veréb, galamb, fecske, sas, sólyom, kilőve, tessék, három. Nem lehet. Nem. Szürkegém, nagykócsag. Szürkegém, nagykócsag. Te és... egész jó vagy madárból. Szajkó? Én nem vagyok ennyire jó madárból. Máli poszáta. Új, de szép. Jó, de te láttad őkés a... Őkés réce. Az nem jó, az most gazdag, nem mehet. Azt most nem szeretjük. Vagyonvizsgálatot neki. Hívjátok Vida Ildikót, vagyonvizsgálatot a tőkés vécének. A körmére. Még a tollai alatt is léva. Úszó medence. Esel Merci. Hívjátok a... Navon. Na, tessék, Jani, három madár. Azt a hármat akartam mondani, mint a Feri. Ugye, hogy hülyék vagyunk madárból? Nem, te. Én hülye vagyok madárból. Rájöttem, hogy nekem ez a bugybóka is tök új volt. Akkor megláttam, hát ez az és elnevezése. Akkor láttam, hogy úgy néz ki, mint az Alien, hogy ilyen kis páncél van a fején. Arról úgy megismertem, de így, hogy fostos bugybóka, vagy hogy hívják pontosan? Fostos bugybóka, így van, és Búbos Banka, ez a Búbos két Banka, az elnevezése. Volt. De szerintem egyébként azok az emberek, akik szinte nap mint nap látnak ilyen madarakat, mert hogy olyan környéken laknak, ahol felelhető ez a madár, ők sem ismerik minden nevét, tehát hogy azért szerintem nem életszerű, hogy valaki felkiált, mit tudom én, valahol ott a kiskunság, hogy nézd már, upupa epops! Ilyen nincs. Kisfiam, ne dadogjál, mert nem lesz perec. Ne, upupa epops, kisfiam, ha dadogsz, úgy a fejedre vágok, hogy nem lesz somlói este. Te, hogy van, mint a dinoszauruszoknál, hogyha én felfedezek egy madarat, én adom neki a nevet? Igen. Tehát valaki ült a bozom, és az iskoláját nem is, te most az fosztos, és megtaláltam. Mert ugye a dinoszaurusznál az volt, ha te felfedezed, te adod neki a nevet. Tehát így lesz Veszprém Raptor, meg Ajka Raptor, meg Ajkaci Raptor, meg tudod, Ajkán találták. De ugye a madárnál is az ad nevet, aki először megtalálta. Hogy adtak 100 vagy 200 évvel ezelőtt a madaraknak nevet? Tehát hogy lett a gólya gólya? Ugye, hogy mennyi minden nem tudunk?
Egyébként tényleg? Hogy lett a galamb gólya, galamb? Hogy valaki ezt meglátta, és azt mondja, legyen galamb? Legyen gólya? Galamb. Hogy lett a madárnak neve? Ugye el se tudjuk egyébként. Egyébként? Káró katona? Hát ott még... Mi? Mert úgy néz ki, mint egy katona, amikor így áll, vagy mi? Mitől káró, katona? Káró katona. Mint hogyha lehet, hogy akkor, amikor figyeli a halakat, és halászni akar, akkor úgy áll, mintha karót nyelt volna. Aha, mint egy őrködő katona. Káró katona. Így van. Karó katona. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, hogy hogy lesz valaki az év madara. Mert hogy tényleg érdekel minket. Itt van Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa. Hello Zoli, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó reggelt! Fostos jó reggelt! Esetleg bár megfigyelésen, hogy ilyen vitalitás van a hangodban? Madárlesen, valahol fekszel a nádasban, az Agárdi Popstrand mellett? Vagy összekeverted a kék pillanat a C-vitaminnal? Nem, kukolok ki egy taxiból, megyek éppen TV-riportra, mit ad Isten fostos bugybóka témában. Te tolod ezt a rohadt fostos bugybókát? Te vagy a sajtó ügynöksége? Vagy mindenki erről a fostos... Abszolút, én írtam annó a szavazáshoz a kortes beszédet, meg ezt a honlap oldalt is. Igen, ezt most én kezelem így az egyesületen belül ezt a részt. Mi szólt mellette? Hát igazság szerint meg kéne kérdezni azt az 5040 szavazót az interneten, de Jézusom. Szerintem mindenképpen az extravagáns kinézete. Azt gondolom, hogy a világon is benn van a top 50 legelvetemültebb, legszebb kinézetű madárba. Európában pedig biztos, hogy az ötve benn van, hiszen mondjuk kontinensünkön ez a legbuksabb madár, ami létezik. 5000 szavazat, ez azt jelenti, ti mikor szavaztok erről, vagy mikor lehet erről szavazni? Hogy is volt, ez május-júniusban, tavaly május-júniusban egy hónapon keresztül. Írjuk föl magunknak, jó? Ráúszítjuk a hallgatóinkat a honlapra, és megszavaztatjuk jövőre a legrondább madarat. De mi ez, hogy május-június? Miért fél évkor kell szavazni? Mi van akkor, hogyha mondjuk júliusban, vagy mit tudom én, augusztusban, mondjuk egy égőházból kiment egy gyereket egy kanalas gém? Akkor nyilván elbukta azt az évet. Érted? Azt majd elraktározzák. Hát ugye ennek egyszerűen az a technikai háttere, hogyha megszavazzák az emberek valamelyik madarat, akkor erre fel kell készülni. Tehát fotókat, videókat kell elkészíteni, ki kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk bevonni a lakosságot ennek a madárnak a védelmébe, meg kell csinálni a szóróanyagokat hozzá. Tehát ez tényleg nem olyan egyszerű, hogy... El kell menned egy boltön csináltatni a nyilatkozatokhoz. Igen, ezt most nagyon jól elmondtad. Írjuk föl, gyerekek, Laci írt, hogy április madártani honlap, jó? Megkeressük a leges legrondább madarat, és megkérjük azt a másfél-két millió embert, hogy csak minden tizedik nyomjon egy szavazatot, és jövőre mi megcsináljuk. Az év madarát. Az év madarát. Ez nem így szokott működni, hát úgy szokott működni, hogy felajánlunk három madarat. Aha. Jó, hogy ti előre szűrtök. Valami közünk van, mert kitalálunk valami olyan dolgot, ami Magyarországon egyszer figyeltek meg, mert mit tudom, Észak-Amerikából vándorolt el hozzánk, és akkor itt állunk letolt gatyával, hogy na erről akkor beszél, mondjuk ez egy hihetetlen jó mit tudom, záróvizsga lehet valami PR szakon, de ugye hát mi a való életben élünk, nem az egyetemen, tehát ez azért nem teljesen így a vakvilágba szokott menni. Ugye Magyarországon van 410 madárfaj, biztos vagyok benne, hogyha szabadon választhatnának az emberek, kb. 13 000-et ajánlanának. És akkor így van, hogy Józsi, legyen a bölömbika, ne legyen hülye, nem tudjuk lefotózni. Hát ne legyen már benne. A tavalyi szavazás is három faj volt. Búbos banka az egyébként szép. Igen. Nézem a madarakat, van egy-két kedvenc, tehát most így fölmentem a ritka magyar madarak, és a bakcsó például, gyönyörű madár. Te az összeset tudod? Egyébként, tehát azt mondom neked, hogy mit tudom én, nem tudom, vetési lúd, akkor azonnal ott van előtted? Már nem szó szerint. Hát igen, és hogy az a érdekességet kell róla tudni, hogy a bakcsó az szép, de ugye milyen izgalmas, hogy vakvarjúnak hívja a nép, mert hogy ez az egyetlen olyan gémfél, ami éjszaka vadászik, nem nappal, és ilyen varjúszerű hangja van, és ilyen tízezes csapatokba is képes esténként menni vadászni, és így kvakkog, és ezért a nép elnevezés ugye vakvarjúnak nevezte. Ugye a népi nevek nagyon jók, a forstos bugybóka kapcsán is hihetetlen, hogy egy ilyen kettős ez a madár, mert a felnőtt korban az egyik legszebb állat, ami létezik, fióka korban pedig az egyik legrusnyabb kinézetű és a legocsmányabb viselkedésű. Ilyenkor ugye, egyébként a fáma szól arról, hogy ki volt az, aki az első észlelést tette. Tehát mit tudom én, hogy a zenékben, a népzenéknél, vagy mit tudom, Bartók gyűjtötte. Tehát hogy először látta fosni a bugybókát, és ezt a nevet adta neki. A Fostos Gyuri. Ült a A latin nevezék az úgy néz ki, hogy amikor mondjuk leírjuk, hogy Upopo Epops a latin neve, és akkor mondjuk ott van mögötte, hogy Linné, mondjuk 1882, tessé. Most mondtam valamit. Tehát ez ilyen pontos elnevezés. Ugye felmerült az a kérdés, hogy nevezték el annó, ugye amikor
az élőlények többségét latinul elnevezték 2-300 évvel ezelőtt, akkor ugye alapvető volt a latinos ógörögös műveltség, és ezek a latin elnevezések mindig nagyon pontos jelentéssel bírnak. Most mondok majd, a krotálluszok azok mondjuk a csörgőkígyók, és a krotále az azt jelenti, hogy kereplő. Tehát mindig, ez mindig jelentéssel bír, és az ember elmegy olaszokkal madarázni, akik ugye ezek élből ismerik ennek a hátterét, akkor ők el tudják mondani, hogy ez azt jelenti, hogy mit tudom én, a madár. De várjál csak, most már másodszor jössz elő ezzel a nagyon aljas és sunyi célhozat, és mi az, hogy műveltségzélő, meg egyetemeztél, mire akarsz ezen célhozat? Hogy alulműveltek vagyunk, erre célhozat finoman? Nem, engem is mindig, nekem is mindig utána kell néznem mondjuk a latinnak, csak az a probléma, hogy úgy oldották meg ezek a túlművelt emberek, hogy általában egy rövid szóban van egy latin, és van mondjuk egy ógörög szótő, és ezt vonták össze. Tehát ma, aki ezt meg akarja fejteni, aznek általában latinul, ógörögül, olaszul is tudnia kell. Van is ilyen könyv, ami ezt dolgozza föl Magyarországon. Zoli, itt kérdezik a hallgatók, hogy nem lehetne az, hogy minden madárra tesznek egy kitűzőt, hogy láthassuk, hogy ezeket a madarakat hogy hívják. Tényleg engem annyira bosszant, amikor leszáll a kert végébe egy szép madár, és le kell, hogy lőjem ahhoz, hogy meg tudjam nézni közelről. Hogy fogjuk a légpuskát a gyerekkel, tehát nem tudok a közelébe a kerülni. A megoldást tárcsőnek hívják. Előbb a puskát ismerje meg a gyerek, aztán a távcsövet. Igen, próbálták már távcsővel is eltalálni, de az sokkal bonyolultabb. A negyedik szajkót végre valóban nem csak megsebezni, hanem le tudtuk lőni. Beesett a kertem belülre, mert ugye átesik a szomszédhoz. Megfogtam a kezem, és rájöttem, hogy ez a szajkó. Benni még földobta egy röpülő madár, ugye hát már nem röpült, mindig visszaesett, de hogy nem lehet valamit rájuk tenni tényleg, hogy úgy tudjuk. Erősen véreznének, meg hát van olyan madár Magyarországon, ami teljes tömegében ugye 4,5 gram, tehát hogy arra hogy ráraknék egy kitűzőt, az olyan, mint hogyha neked egy ülőt kéne hordozgatnod, mert az jó buli. Az nem jó. Amit a magyar emberek egy csomó minden nem tudnak a madarakról. Itt repkednek körülöttünk, jönnek enni, isznak, repülnek, de hogy tulajdonképpen nem csivitelnek, felébredsz rájuk. De hát csomó felesleges dolog. Mit? Igen, 80%-ban nem tudod, hogy milyen szép madarak vannak körülötte. Hát ezért dolgozunk, és ezért van például az évmadara dolog, hogy megtudjuk, hogy milyennek a madárnak a neve, milyen érdekességei vannak. Tehát tényleg ez a forstos bugyboka dolog, erre nagyon csapnak, mert ez annyira elképesztő, hogy ugye ez egyébként pedig az emberiségnél ezek be van tiltva, ez a biológia és vegyi fegyver, amit ezek a fiókák használnak. Tehát ez annyira elképesztő, hogy tehát nem is gondol az ember, hogy Magyarországon van ilyen extravagáns viselkedés. Zoli, ha találunk ilyen fostost, kis fostost, akkor hogy vesszük rá azt, hogy kinyissa azt a díszt a fejét? De szerettem azt kérdezni, hogy forró olajban milyen íze van? Tudom. Kicsit ez lett volna a te kérdésed, hogy ha pont megtörünk, leg tudjuk sütni. Jó, hát ugye ették az olaszok, szerintem még most is eszek. Hát azért ahhoz képest, ami hús van mondjuk egy cinegén, és azt is lövik, ehhez képest ez sokkal jobb. Hát hogyha benéztek egy fészekbe, azt nem javaslom, mert akkor még nem nagyon van taraja, és az arcotokban nem a izé fog menni, ugye ez a szép búb és ez a taraj, hanem a forró nagynyomás ürülék, és ezt morciókra adja, tehát ez nem annyira jó. Egyébként pedig, hogyha mondjuk gyűrűzéskor kézbe fogjuk ezt a madarat, akkor kinyitja ezt a taraját, hiszen ez alapvetően egy ilyen érzelmi visszajelző is, sőt riasztja, ugye ez háromszorosára növeli a madárnak a fej méretét. Azt tudom, milyen. Így élek 30 éve, vagy 35 éve, háromszoros fejmérettel. Engem valaki nagyon megijesztett a János kórházban. Igen. Az újszülött osztályon. Rányították az inkubátort. Felüvöltöttek, nézd már milyen ronda. A pillanatban berobbant a fejem háromszoros Egyébként, ha benéznétek egy ilyen fészekbe, akkor elájulnátok, mert ugye tényleg az, hogy az a szalakóta alkatúak közé tartozik, szalakóta, jégmadár, búbosbank, ez a három legszebb európai madár, a fiókai a legcsúnyábbak, tényleg azt lehet nézni, hogy ehhez képest a szörnyeteg az egy ilyen szőidei matiné. Tehát egy a hernyó, hogy ronda mászik, aztán ugye milyen szép. De a hernyó, igen, tehát egy tőrös hernyó, ilyen nagyon vastag toltokjai vannak, és ráadásul tényleg így undorkodik is. Tehát most gondoljuk el, hogy egy életcsászára ragadozó, nyersd görény megy ott boldogan, hogy jól megkajálja, megkapja az arcába ezt az iszonyatos bűztengert, és elmegy egy ragadozónak, ami dögött is eszik, elmegy a kedve, hogy megegye a fiókákat. Tehát el lehet képzelni, hogy mi zajlik abban a fészekben. Érkeztek már reklamációk a honlapotokra a többi madártól, akik peres eljárással fenyegetnek, reklamálnak, hogy többet tettek meg azért, hogy az év madarai legyenek, esetleg ügyvédi felszólítás, hogy jövőre szeretnének ők is benevezni. Semmilyen nem jön?
Nem, azért könnyű dolgozni madarakkal, úgy gyerekekkel, hogy viszonylag kevésbé olvassák a szakirodalmat, és nem nagyon tudnak, meg ugye a kis tollaika nem nagyon tudnak gépelni, se érintőképernyőn, se klaviatúrán, tehát ilyen szempontból ki vannak nekünk szolgáltatva, tehát nem érkezett még visszajelzés, de ha érkezik, akkor nyilván megválaszoljuk nagyon kultúráltan. És én odaállhatok egy madár mellé, és vállalhatom a peres eljárást, mint ügyvéd, és írhatok nektek, válaszoltok rá komolyan, hogy a lúd alakú a kosztályából kiválasztok valakit, magam mellé veszem, és írok nektek, akkor jövőre bekerülhetek én is a háromba? Akár bekerülhet, hogy a szerencsére, akkor elirányítanak az igazgatóhoz, és akkor hogy kínlódjon veled. Kezdjük már levelekkel bombázni a madárfene egyesületet. Vagyunk, nem hülyék, tehát ez fontos információ, de azért, mert valaki zöld meg színi, az nem azt jelenti, hogy teljesen retardált, és egy kicsit igen, de azért nem teljesen. Figyelj, olyan volt már egyébként, hogy esetleg az RTL reggeli műsorában mondjuk összeverekedtél egy másik szakértővel, aki jött az év haláról beszélni? Nem, mert ez ugye általában Magyarországon úgy működik, hogy a halakat megeszik a madarak, tehát nyilván látszik a magasabb. Nem, ilyen probléma nem szokott lenni. Ugye az év valamilyen arra azt jelenti, hogy valamiről beszélünk, valamivel foglalkozunk, tehát ilyen szemben ez egy nagyon jó kis kommunikációs fogás. Így a madarak esetében ugye be tudjuk vonni a lakosságot, hihetetlen segítséget tudnak nyújtani egy-egy madárfaj csoport védelmébe, és hát mi meg élményhez tudjuk őket juttatni. De jó. Egy komolyabb kérdés, de volt már olyan, aki a kezébe hozta oda neked, hogy Zoli, nézd, ezt lőttem, ez milyen madár. Ez most komolyan, mert ugye a magyar ember azért tud ilyen hülye lenni. Nem, ilyen. Mert az olaszok lövik őket, és eszik őket. Nekem, amikor állt kertbe dolgoztam, hogy itt találtuk, agyonvertük, hogy ne legyen biztos gond, ugye ez vipera is, nem, hát vízisikló volt. És de magyarok is néha szoktak így hozni hozzánk, hogy ezt találtuk, és egészen elképesztő dolgok előkerülhetnek, sólyom, tudom én, kabasólyom, ilyesmi. Mindig az van az ember, hogy már nem tudnak neki újat mutatni 35 év után az élet, de mindig tud. De olyan nem volt, hogy valaki mellett nagyon korteskedtél, de túl sok volt belőle, ezért beszéltél néhány vadásszal, hogy kihaló félbe kerüljön. És... ilyen madarma Magyarországon nincs gyakorlatilag, tehát nem tudunk olyan, már a veréb is védett, tehát olyan szinten tesszük tönkre a környezetet. Most mondjuk 30 év múlva, akkor remélem, mi még fogunk tudni beszélni. Ha akkor beszélünk, akkor valószínűleg le fog csempülni az arcunk, mert sokkal rosszabb. Jó, figyelj, akkor még egy utolsó kérdés. Benne szeretnél lenni a 8 órás hírekben? Mert az Ákos tudna belőle csinálni 20 percet. Na most melyik? Ilyen kis hírekben vagy mi? Tehát, nem most nálunk, mert már ártalmatlanítottuk a fenyőfákat egy brutó 16 percben, most még be tudsz kerülni, hogy megszólaltál nálunk. Szívesen, csak a nevem mögé légy szíves, ne írjatok keresztet a zárójelbe, hogy szokott lenni, hogy az Jól van. Mögé, hogy Zoli, köszönjük neked, jó, vigyázzatok magatokra, jó munkát nektek ott a Madártani Egyesületnél, és akkor áprilisban lefogyasztjuk a honlapotokat, jó? Indulunk egy ilyen hacker támadással. Köszönjük! Ciao, Orbán Zolinak, a Madártani Egyesület munkatársának. Köszönjük szépen, hello! Hogy örülhetett ennek a mélyreható interjúnak? Gyerekek, a fostos bugybokáról az elmúlt 30 évben nem beszélt senki. Hát, ennyi, most már mindenki tudja. Ha 10 ember megkereste a Google-ba, hogy néz ki ez a fostos bugyboka, már komolyan mondom, nyert ügyünk van. Nem? Hárommal kevesebbet lő le 4 digó, aki átjön ide vadászni, már azzal is nyert ügyünk van. Ezek a hülye olaszok zabálják ezeket a szép madarakat. Érted ezt? Ezeket hogy tudják megenni? Madarakat. De gyönyörűek ezek, komolyan mondom. Na mindegy, hihetetlen. Na mindegy. Jól van, Óven bácsival, Berulénivel játszunk a hírek után. Ha valaki szeretne velünk játszani, jelentkezzen SMS-ben. Jó, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Én bírom ezt a számot, gyerekek. 3:48 múlt, vagy lesz, 2 perc múlva, lassan 40 éves vagyok, csak megtanulom az órát. Jó ez a dal. Én valahogy... a 97-ben is szerettem. Igen, az eredeti. Ugye ez is eredeti, ez egy remix, de hogy jó hangulata, nem azt mondom, hogy úgy beindulok tőle, de ha már egy dalnak van hangulata, már... Mitől indulsz be már? Kevés is elég nekünk, Bert. Nincs oda. Hova? 40 évesen, hát már nagyon semmitől. De nem, tehát nem baj, ha nem gyors, csak legyen valami a hangulata. És egy dalnak már van hangulata, a mai világban már főnyeremény, mert a legtöbb ilyen... Lubega, Kevin Harris, mit tudom, semmi hangulata nincs. Meghallod, és olyan, egyszerűen csak úgy jó. Hozd nem? be az eredetit, légy szíves, Lali. Jani. Hozd be Lajos az eredetit. Na, gyerekek, de hogy mennyire megosztanak a vélemények, Attila például azt írja, hogy elkapcsolási faktor. Hát igen, a zene az egy ízlésről beszélgetni nehéz, mert az ugye szubjektív, tehát kinek tetszik, kinek nem. Az ember úgy dúdolgatja. 51-es főút lezárva, frontális baleset miatt Dunavarsánynál Delfork Sanyi küldte ezt. Nekünk a Lajos Mizsei vonalon is késnek a vonatok, 10 percet üzeni Ari,
és Pápán a Somlai úton mérik a város felől érkezőket, ezt Sanya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Somlói. Ja, Somlói. Galuska. Igen, mindenki azt hall, amit a legjobban szeret. Van egy belga szám gyerekek a Madártani Egyesülethez? Pontosan így van, a Magyar Madártani Egyesülethez íródott egy belga szám, és nem is rossz. Én csak a szöveget néztem meg eddig, hát gyakorlatilag, ami madár fellelhető Magyarországon, azt mind beleírták a persze, dalba. Persze, zseniális. Egyébként dal a Magyar Madártani Egylethez, ez a pontos címe. És tényleg jobb, mint egy Havancsi. Az se rossz, de ez egy kicsit jobb. Jó, belehallgatunk, mindjárt meg bengbütyköljük. Miről énekelnek benne, a madarakról? Ja, ennyi van, tehát gyakorlatilag a madárfajokat is sorolja föl szép sorjában. Kis a refrén például az... a nagy póling. De az a refrén... nagyon betegek. Vágómadárfélék, kakukkalakúak, szalonkafélék, galambalakúak. Na figyeld, ez az? Figyeld. Belga. A füles pakoly benne nagyon van a fostos. Hát nem van, nem magatom, hiszen nem nincs benne egyébként. Nincs benne. De biztos, hogy lesz belőle majd egy 2015-ös remix. És abban benne lesz. Fostos bugybókat. Benne kell, hogy legyen. Na jól van. Gyerekek, a Prügyi Duó tényleg hárman van? Csörögjünk már rájuk, csak egy fél mondat erejéig, hogy miért vannak ők hárman. Jani felfedezte korra reggel, hogy általunk kedvelt, menedzselt és sokszor megemlített Prügyi Duó már nem duó, hanem Prügyi Trió. Hogy még nehezebb legyen őket meghívni egy haknira, mert ember nem tudja kimondani, hogy Prügyi Trió. És hogy a New Musical Express miért nem írt el? Ők a kiadó vagy a... Most kell még. A menedzseri roda vagy valami hol? Most kell még fölhívni őket, mert 8 után suliban vannak. Mert ők még iskolába járnak? Persze. Ja, tavaly is iskolába jártak. Volt, hogy köszönjük, hogy beszéltél rólunk, Balázs, de pont matek órán ültünk, nem tudtuk meghallgatni. Uh-huh. Csöngéstől jó, nézzük meg őket, hogy hogy mi a helyzet. Csak egy mondat erejéig, imádjuk, szeretjük őket. Mikor volt utoljára fellépésünk? Hát a Facebook oldalok alapján, hát hogy tavaly július környéken. Már nem írják, annyi van, hogy nem írják. Vagy egyszerűen nincs rá idejük, hogy kiírják. Haló! Hello! Ja, te itt vagy! Te itt vagy a vonalban, és nem szólalsz meg! Ricsi, hello Ricsi! Hello! Ricsi, hello! Ricsi. Jó reggelt! Szeva! Ciao, Ricsi! Hello! Csak ezért akartunk fejlődni, Ricsike, menjünk! Itt van velünk Ricsi, a Prügyi Duó, Paul McCartney! Ricsike, ha hárman lettetek csak így egy óvatlan pillanatban, és ezt nem is tudjuk, vagy beszéltünk tavaly, és akkor ti már ezt elmondtátok? Vagy mi van veletek nem most? Nem figyeltünk? Már amikor az utóbbi beszélgetésünk megtörtént, akkor már közöltem, hogy már trió vagyunk, és nem duó. Csak akkor köszönjük. A profilképet nem, várjál. Köszönjük, akkor, hogy ebbe belekevertél. Akkor még a profilképet nem változtatták meg. És nem hittük el, hogy igazat mondasz? Mert akkor még nem tudták, hogy ki lesz a harmadik. Pontosan így van. Hát lényegében minden nem szoktunk a Facebook rajongói oldalon közvetíteni, szóval, hogyha van fellépésünk, és ez nem olyan jellegű, akkor ezt nyilván nem fogjuk kiírni a rajongó oldalra, csak azokat, amik koncertszerűek. Nektek még vannak fellépéseitek? Igen, persze, szoktunk járni zenélni. Hát akkor ti vagytok az egyetlen, aki még a Csillag születikből valamire vittem el, olyan sokan már nincsenek. Tehát Mészáros, Elek, Zsombor, Péter, János, Gábor sincsen már nagyon, Bálint gazda sincsen nagyon, a kis mesemondó fiú sincsen nagyon. Tehát, hogy akkor... Kivér mondjuk Szirota Jennifert, aki folyamatosan mellózik, és érdemes rá odafigyelni. Igen? Bizony. Igen, hát az igazság, hogy a mai média világában ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, a többieket valamilyen szinten felül kell, hogy múlja. Mert ezt mondjuk Berki Krisztián tudná cáfolni. Szóval, hogy mi se tudtunk igazán új zenei stílus behozni ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk. Figyeljetek, mi továbbra is nagyon szeretünk benneteket, bármit csináltok. Tehát, új dal van például? Bármi, tényleg új dal, ha van, küldjétek, leadjuk, tehát nekünk nagy kedvenceink vagytok. Az első fele igaz volt, tehát, hogy ha van új dal, küldjétek. Oké, rendben. Nincsen semmi, Ricsi, semmi nincs? Hát az igazság, hogy amit utoljára felvettünk, ez a De szeretnénk hajnal csillag lenni, amit feldolgoztunk a mi stílusunkra. Azon kívül még nem raktunk, készülnek amúgy, mert van itt szerencs mellett Bekecsen egy stúdió, ahol folyamatosan csinálunk zenéket és persze sajátokat, és azért ezeket úgy szeretnénk csak közzé tenni a Facebookon, ha már nem az, hogy jók, hanem hogyha már 100%-ban kíván dolgozzák. Ha már kidolgoztátok. Aha. Neked most 8-tól órád van egyébként, Ricsi? Nem órán van, hanem a tesómat hoztam be a suliba, és akkor... Még nem akart?
Iskola kerülő, vagy be kell vinni, vagy miért? Nem, mert nekem is erre volt dolgom, és akkor elhoztam. Ja, hogy neked is iskolába kéne menned, de ott az iskola környékén volt egy kis dolgot, bevitted a tesszót, és akkor nyolc, 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 te már végeztél. Majd valamilyen tanfolyam után nézek, majd érettségit szeretnénk, majd még lelakni. Jó van, Ricsikém, továbbra is nagyon kedveljük a prügyidiót, kedvelünk benneteket, bármi van, föloszlotok, öten lesztek, nyolcan lesztek, filharmonikusokkal zenéltek. De figyeljük a Facebook oldalt, tehát hogy ott van egy profilkép változtatás, azt mi kiszúrjuk. Tehát, azonnal. Hogy tudod, ha már háromból négyek lesztek, azt mi már látjuk. Csak mondom, hogy Janinak van egy-két kedvenc oldala, bejön mindegyiket megnyitja, elmondom, egészen. Hogy az egyikek ti vagytok, és közvetít nekünk, így szúrtuk ki, hogy már hárman vagytok így a profilképen. Van, mert nagyon szeretem az állandóságot, és a ti oldalatokon nem változik gyakran semmi. Ricsikém, vigyázz magadra! Jó? Csókoltatjuk okay. A többieket. Jó? Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Ciao, hello, köszönjük hello. Szépen, hello. Hello. Szerintem annyira helyes, ő nem érti, hogy mi miért hívjuk. És azt megint beszéltünk a Balázsékkal. De tökre örül. Beszéltünk a Janéka, nem érti. De mi nagyon kedveljük. Nagyon örülnek. Igen. 2594-en megnézték már, de szeretnék Hajnalcsillag lenni című dalt. Nagyon jó, nézzék meg még többen, hallgassák is. Én úgy szerettem, mikor Nóri jött egy hatalmas nagy torokkal. Üvöltötte. Nem, most megnézzetek így. Amikor, de, hogy ki? Hát, amikor kajánom a mosolyom, nem kell azt mondani. Nem, amikor ilyen óriási nagy hanggal üvöltötte, és tovább jutott a prügyi duó. Én ott valahogy megkedveltem őket, és azóta drukkolok nekik. Na, nagyon aranyosak. És egyébként már tudja azt, amit nagyon sok mai magyar popsztár nem. Hogy szerény. Egyébként igen. Egyébként abszolút. Abszolút, igen. Jelentsen ez a szó, hogy szerencsék bármit is. Na, nézzük meg akkor, hogy ki az Óven bácsi Beru néni játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Jani vagyok. Szia, hello. Én is. Jani a hegyről. Hello, Jani. Sziasztok. Hányszor mondták el neked ezt a mondást, Jani? Nem, te a Janit kérdezem, a mi Janinkat. Sokszor hallottad? Nem, persze. Jani a hegyről, tudod. Igen. Janikám, honnan hívsz minket? Tamásból. A Tamásból? Hát ez legyen a magánéleted része. Nem érdekel a magánéleted. Ez csak rád és Tamásra tartasz. Mivel foglalkozol, Jani? Hát Tamása. Jelenleg pihenésemet töltöm. Ja, hát ez aktív formáját választottad a pihenésnek. Helyes, el kell az endorfin. Pihensz, Nil Szabin, vagy éppen ez azt jelenti? Igen. És ilyen hosszabb szabadság. És hogy beragadtál, látok nyitott van? Mit dolgozol, Jani? Biztonsági őr. Na, biztonsági őrként dolgozok. Jól van, na, felkészültél a játékra? Persze. Felkészültél a játékra, jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj. Oké. Okay. Hát megfigyelésem van. Fustos poszátát néznek, igen. Jani, hallasz majd egy rövid részletet, figyelj, jön, próbáld kitalálni, hogy mit énekel Óven bácsi Beru néni. Na. Ó, hát ez... Nagyon könnyű, már csak azért is, mert az elmúlt 3 évben nem újítottuk az effektárat, és 4000-szer volt ez a feladat. Igen, valami zimlik egyébként. Igen? Ez a... Bármilyen hang jött ki belőled, ez valóban az lesz. Mutatjuk még egyszer egy rövid részletet, figyelj. Jó. Na. Uh-huh. Ez a... Most nekem más ugrott be igazság szerint. Lehet, hogy ez hülyeség, de ez a diszkóban történt lázas éjszakán, na ez utolsó. Jézus Isten, nem az, hogy ezt is valami elbeháborodott feldolgozta. Atya Isten. Van, ennek van egy magyar verziója, hogy diszkóba töltött lázas éjszakák? Van, ne! Ez nagyon fura. Erre 9 óra után rákeresünk. Jó, Tamásnak valami? Igen, mit mond Tamás? Nagyon elhallgatott. Nem, egyébként ez kis grofója neki, őtől le tudom, na mindegy. Lehetne egy kicsit hosszabbat? Persze, mutatunk egy kicsit hosszabb részletet. Kis grofó. Figyelj! Na, hát na, ebből már meg kell mondanom. Grofó lehet, hogy énekli, csak hogy hát az eredeti utal a jogdíjat, az a kérdés. Igen. Mi az eredeti?
Hey, így van, I will survive. És mindenki egyszerre, I will survive. Igen, ez egy induló egyébként. Ez egy induló. Nektek, nekünk nem. Igen, bizonyos körökben ez egy igazi. Beugrott az eredeti, úgyhogy. Beugrott az eredeti. Azért, ha meg tudod mondani, hogy a Kisgrofó dalcím hogy van, nagyon kíváncsiak vagyunk. Hát ez a... Nem tudom, pasz. Mindegy is. Figyelj, megvan az ajándékcsomag, jó? Kivettük belőle a bögrét, és küldjük nektek, jó? Rendben, köszönöm szépen. Jó, vigyázzatok magatokra. Üdvözlőjük Tamást is. Szevasztok! Köszi a játékot. Ciao, hello. Jaj, gyerekek. Na. Olyan sokat nevetek veletek a kutya, minden itt. Hát olyan rosszak vagytok a kutyafáját, de rosszak mindig vagytok. Csak mókázunk. Na, nem lesz ez majd így. 9-8 óra után, mert hogy... Én a programigazgató. Egyrészt már nincs állásunk, igen. 8 óra után egy kicsit komolyabb témával foglalkozunk, és szerintünk sokak érdekeltek benne, vagy azért, mert gondolkoztak azon, hogy megtegyék, mindjárt kiderül, vagy azért, mert már meg is tették. És rögtön mondom, hogy miről is beszélünk, talán mindenki számára egyértelműbb lesz, hogy megjelent egy cikk, amiben egy ismert amerikai kutató arról beszél, hogy azok a klinikák, amelyek azt ajánlják, hogy az újszülöttek köldökzsinórjából levett vérből származó őssejteket elraktározzák, hogy későbbi betegségeknél felhasználhassák, az egész egyszerűen csalók. Oh. Csalókról van szó, és van egy hosszú tudományos cikk, hogy tulajdonképpen mire is alapozza ezt az állítást. Nekünk van. Nekünk is van. Akkor most fölösleges volt? Hát ennek próbálunk majd utána járni. Szerintem nagyon sokan levetetik, nagyon sokan levetették, akik megengedhetik ezt maguknak, bárcsak mindenki levetethetné, és szerinte értelmetlen, hülyeség és kidobott pénz. Úgyhogy 8 óra után próbáljuk egy kicsit körbejárni a témát, és megkérdezni akár valakit majd, bármelyik intézettől is, ha hal minket, akkor nyugodtan becsöröghet, hogy mivel tudja ezt cáfolni, milyen eredmények vannak, hol használják ezeket a mintákat, használtak-e már föl Magyarországon, külföldön, bárhol, és tényleg kidobott pénze, mert hogy szerintem egyre többen betetik azért ezt le Magyarországon is. Nem? Így van, mert hogy ugye abban reménykedsz, hogyha bármi baj van a gyerekkel, még akár felnőtt korában is, akkor elég ehhez a... idézőjelesen mondom, csodaszerhez nyúlni, a köldökvérhez, és akkor abból majd tud segíteni a gyereken. Hát persze, mindenki megteszi azt a gyerekéért. Igen, akinek lehetősége van, erre anyagi lehetősége nyilván. Úgyhogy ezzel a témával foglalkozunk 8 óra után, próbáljuk egy kicsit ezt körbejárni. 2 perc múlva 8 óra jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, drága hallgatók! Hello. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jól vagytok, jól van. Nagyjából, aha. Megittad a kis kávicskádat, elmostál 4 poharat, felporszívóztál és portoröltél. Meglocsoltad a virágokat. Láttam, a folyosó láttalak itt jönni lenni. A joghurtos dobozt, kimostam a poharat. A joghurtos doboz ment ugye a szelektívbe, a pohár meg nem. És most pedig elkezdtem fogyasztani a kis kukoricakásámat. És a joghurtos papírral mit csinálsz, amivel kitörölted a dobozt? Azt? Megeszi. Azt bedörgölöm a testemet, hogy ne száradjon ki. Figyelj, a kávé bögré elmosását értem, a virágok meglocsolását értem, a portörölgetést értem. Egyet nem értek ezek közül, és nem akarok szőrszál hasogató lenni, de rákérdezek. A piramisokat azokat. De hogy jutottál el idáig? Hogy a joghurtos doboznak a tetejét, azt miért is kellett törölni? Mely joghurtos? De nem csak a tetejét, a belsejét is kitörli. Tudod miért? Nézd be az asztal alá. Azt majd én az asztalat gyűjtöm a szelektívbe a hulladékot, és nem szeretném, hogy a hetekig ott rohadna. Ott van 50 kiló műanyag, érted? 50 kiló. Atya Isten, te kieszed a joghurtot? Kitörlöd egy... Mindig ezt tervezem, ha veszek. Kitörlöd egy szalvétából. Mindig meglepsz, imádlak. Minden reggel van valami. Kitörlöd egy szalvétából a belsejét, igen. Majd letörlöd a tetőt, hát összehajtogatod a tetőt, és külön lerakod a tetejét, és igen. A belsejét kimosva, igen. Kitörölve. Igen, meg kifejezetten kérik, ugye, hogy étel maradékosan ne dob bele a szeretnép hulladékgyűjtő. Be. Hát most nyilván arra gondolok, hogy mint csinálsz egy libapörköltet, akkor ne legyen pörköltes a műanyag tányér. De azt
ki kell törölni a szelektívbe a joghurtot. Hagyjatok el, már. Mindenki itt teszi. Te is el. Így teszed el. Jó, mindenki itt hogy teszi el, mint a Jani. Hogy tennéd már kamugépte? Csak te vagy ez az ökológiai lábnyom katasztrófa. Én egy ilyeti lábnyom vagyok, gyerekek, hát kövezetek meg, nem törlöm ki. De mi van azzal a rongyal, amiben... Ennek a lemosodnak. De van vidétek. Ez is igaz, viszont spriccelem vízzel. Hogy, de mi van azzal a rongyal, amivel kitörlöd a joghurtot? Nem rongyal törlöm ki, hanem egy újrahasznosításból származó papírtörlővel. Na jó, de azt már nem tudják újrahasznosítani, hiszen joghurtos lett. Minden egyes törléssel elhasználsz egy fél mamutfenyőt. Hát akkor... Aha, nem, azért ennyire nem vagyok alapos. És még arról nem is beszélt, ki most nem szoktad a joghurtos bedönt. Biztos, hogy kényszeres vagy. Egy pici vizet azért rakok vele. Na, ott meg vizet pazarolsz. Igen, de hogyha összegzünk, akkor és a mélegserpenyőben benne van mondjuk az elhasznált papír, meg az a pici víz, a másik serpenyőben pedig ott van a műanyag, meg az a fólia, akkor és megnézed, hogy mondjuk melyikkel nő az ökológiai lábnyomot, ha már így behoztad a témát a szóba, jobban, akkor az egyértelműen a műanyag meg a fém lenne. Azonban én ezt hallom, és mindig olyan rossz embernek érzem magam, és a megszólás után meg kell győznöm magam, hogy nem, Balázs, nem vagy rossz ember, hogy nem törlöd ki a joghurtos doboz. Nem vagy rossz ember, hogy nem törlöd le a tetejét a joghurtos doboznak. Egyébként a Jani nem vizet használ, hanem mászás közben összegyűjti az izzadságcseppét, és az összegyűjtött izzadságcseppekkel műanyag flakonba behozza, és azzal törli rá. Figyelj, mindig meglepsz. És benn vannak az asztalod alatt a... Aha, ott van. Nézd már be. Ezt benn nem szoktam az asztalod alatt turkálni, de ezt most megnézem. Ott van egy papírdoboz, és abban gyűjtöm így külön. Külön a fedőt, külön annyi. Így van, külön a papírt, a műanyagot és a fémet. Csak mondom, jó, hogy az, hogy szelektálsz, az egy természetes dolog, de azért ez nagyon beteg. Ott állnak a teljes dobozok is élére hajtogatva. Az elhasznált laktózmentes meghívott teljes dobozok. Azokat is kimosod belülről? Kiöblítem őket, hogy ne rohadjon benne a tej, utána pedig szépen széthajtogatom, hogy úgymond laposra taposom, ahogy ezt szokták mondani. El vagy maradva. Én vele vagyok. Te hagyjál már, te kivel vagy? 4 darab sörös üveget szedek össze mindig utána. Az amit... más, de hát az a mit darab boros üveg, 6 darab vörös üveget, és egy 4 darab azt is csinzánó üveget szedek össze utána kilométerenként. Te kivel vagy, te rohadék? Azt visszaviszed, az más. Az igaz. És minden cseppjét kiiszod. Hát nem tudom ezt, nem tudom hova tenni. Én értem, meg persze, de nem akkor se. Na mindegy, jó. Figyeljetek, nem baj ez. Nem baj. Hogy ennek örülök, nem gond. Valahol mindenkinek le kell vezetni a frusztrációit, a kényszerességét. Én is. Most imádom egyébként, hogy azt hozott ki, hogy én kényszeres és frusztrált vagyok. Tehát én nem környezettudatos vagyok, hanem én egy beteg nem. Ember, aki így próbálja meg kompenzálni a betegséget. Nem. Elmondom, mi van. Vannak a neurotikus, szorongóbb emberek. A magas emberek, meg vannak az alacsonyok. És vannak az alacsonyok, hogy egész életük, és ezért lesznek környezetvédők. Nem, egy fél mondat csak, hogy megértsd, hogy hogy működsz. Ezt utolsó falatot még lengyelem, hogy nehogy érjük. Oké, na, most figyelek. Most nincs baj a környezetvédelemmel. Nincs baj azzal, hogyha valaki védi a környezetet, nincs baj azzal, ha valaki szelektíven gyűjti a hulladékot. Igen. Vannak azonban a szorongóbb emberek, akik egyfajta kényszerességgel vezetik le a bennük felhalmozódott szorongáslást, például azokat a nőket, akik táblázatokat írnak, folyamatosan jegyzetelnek. Ja, már a férfiasságomat is megkérdőjelezem. Lásd például azokat a nőket, na, Jani. Nem arra gondolok, hanem vannak olyan nők például, akik csak rendszerben tudnak gondolkodni, naponta 100 dolgot felírnak, ha elfelejtenek valamit, akkor folyamatosan frusztráltak, jegyzetelnek, meg kell venni, és kvázi tulajdonképpen a rendszer adja nekik azt a biztonságot, amivel ők karban tudják tartani a szorongásukat. Szoronganak, nem ismerik fel a szorongást, rendszerben gondolkodnak, és maga a rendszer az a biztosíték arra, hogy nem, hogy működik a dolog. Aha. Jegyzetelnek, oldják a szorongást. Te azzal, hogy letörlöd a joghurtot, szétszeded, csomagolod, kitörlöd, láttalak egyébként kukából kivenni joghurtos dobozokat, itt turkálsz, mint egy ilyen turkáló, kiveszed. Mert hogy másra is kitörlöd, vigyázz, fényese látom? Törlöd, szétszeded, ezzel tulajdonképpen nem teszel más, mint egy benned lévő valamilyen szorongást, te a kis kényszerességeddel oldasz. Jó, érted? Most mondd meg neki, hogy mi a szorongás. Az nem, az mindenkiben van. De várjál, mindenki kicsit neurotikus. De nem mindenki... jobb, hogyha így oldom, ilyen formában oldom a feszültséget, de. Meg a bennem lévő szorongást, mint hogyha mondjuk leverném itt a parkolóba a világítást, és megvárnának egy harisnyába rakott 30-40 darab húszas anyában. De abszolút sokkal jobb. Hát csak nem. A kényszeresség mögött, ami neked van, mindig van egy szorongás, aminek meg kell találni az okát, mert a kényszeresség az csak a tünet, az ok az nem más, mint hogy valamilyen szorongás van az emberben, aki visszamegy négyszer meghúzni az ajtót, hogy be van a zárva. Ez is ő.
Nem akartam olyat mondani pont, de vagy. De mit tudom, én is csinálok dolgokat, az csak a tünet, hogy te csinálod, az ok az nem más, mint egy belül fellépő egyébként megoldásra váró olyan szorongás, amit te így vezetsz le. És azt kell megfejtened, hogy az mitől van, és ha oldódik a szorongás, oldódik a kényszeresség, és ez így működik. És akkor elveszít a környezetvédelem egy aktivistát. Ez nem azt jelenti, hogy oda mész, felrúgod a szelektív kukákat, gyújtasz egy tüzet. Rohadjon, hogy én vagyok ilyen frusztrált. Rohadjon meg minden környezetvédelem. Beleöntesz 3 liter étolajat a szelektív hulladékgyűjtőbe, 2-t felgyújtasz, 1-et fölrúgsz, és idén felmész a normafára dohányozni. Tehát nem erre gondolok, hanem meg kell találni minden egyes kényszeresség mögött, ami egyébként nekem is van, neked is van, hidd el, csak nem biztos, hogy rájövünk, hogy mi a kiváltó ok. És ha azt kiváltod, akkor már rájössz, hogy nem biztos, hogy baj az, hogyha te nem veszel ki a kukából 3 ismeretlen ember által megevett joghurtos doboz, törlöd 10 perc alatt, mert így csinálod, teljesen fényesre, és teszed bele 2 különálló dobozba, mindezt egyébként nem. 30-szor egy nap. Én úgy gondolkodom, mint egy misszionárius. Főleg apózra. Ott aztán meg pláne. Hát, én lelkeket mentek. Tehát nem, azzal, hogy az én kiveszem utána a szemetet. Nem, képzeld el, hogy nem. Téged leszarlak, hogy a Balázsra beszél. Jó, a Balázs lelkét sem mented meg. Képzeld el, hogy nem. A magyarázat arra, hogy lelkeket mentesz, a saját szorongásodat oltod a lelkek mentésével. Ez egy benned lévő, és egyébként nem akarom rád kiegyezni, mindenkiben lévő szorongás, amire találunk egy pótcselekvést, és azt hiszük, hogy mentünk, de közben nem teszünk más, mint hogy te ezzel megnyugtatod saját magad, vagyis egyfajta pótcselekvés, egyfajta kényszeresség. Ez olyan, mint amikor a gyerek rászokik a cumira, és ahelyett, hogy sírna, benyomják a cumit a szájába, és cumi függő lesz, mert egy pótcselekvésként cumizik, ahelyett, hogy hagynák, hogy kibőgje magát. Érted? Aha. Ez ugyanaz. Uh-huh. Tehát ez ugyanaz, és minden ilyen típusú, minden embernél fellépő pótcselekvés nem más, mondod, mint egyfajta. Akinek a legnagyobb fóbiája a gyerek sírás volt. Micsoda, 6 cumi van otthon. A gyerek csak felnyög. Szóval azt kell megtalálni egyébként. És kinek a ruhahajtogatás, kinek a rendszerben gondolkodás, kinek a táblázatokban. Ez egy hasznos dolog, ez a személyre szabott, mert ez akkor gyakorlatilag ez egy terápia. Így van, így van, ez a terápiád. Na, így van. Hogyha ez a személyre szabott terápiám, ez egy pozitív dolog, hogyha egy kicsit így most nagyképű lesz, egy picit jobbá teszi a világot, akkor és mindenkinek azt tanácsolom, hogy ilyen terápiát válassza magának, akkor ezzel van gond? Semmi. Nem. Az ég egy adta világon semmi. Abszolút nem. Tehát van, aki ehelyett inkább inni kezd, van, aki dohányzik, van, aki nem tudom, kábítószer függő. Már vártam. Már vártam. Most megjöjjenek a dohányosok. És most nézzük téged, Feri. Nem, dehogy is ezért, jobbá teszed a világot, csak van egy mögöttes ok, amit érdemes felderíteni, hogy miért megy az ember vissza 4-szer meghúzni az ajtót, miért izgul, hogy a gáz valóban el van-e zárva, nem attól fél, hogy fölrobban, illetve attól fél, de csak a tünet a robbanás, amitől te félsz, mi van mögötte, azt kell megfejteni, és ha az oldódik, egyszer csak elhiszed már, hogy be van zárva az ajtó, nem kell visszamennem, hiszen tudom, hogy bezártam. Na, hazajössz, és ki van rámulva a kettő. Tök jó. Balázs azt mondta, hogy higgyem el, ez az ajtó be van zárva. Akkor be is van zárva. Van egy rossz hírem, hogy tegnap kipakoltak. Kösz szépen a tippet. Nem, izgalmas dolgok ezek engem nagyon érdekelnek, hogy mi mögött mi van. De az, hogy te gyűjtöd, egyébként azzal nincsen semmi baj. Na, ősse gyerekek, hát ez egy érdekes dolog, szerintem. És már most arra kérjük azon intézményeket, akik hallgatnak bennünket, és bármelyik olyan intézményhez tartoznak, ahol ezeket le lehet venni, őssejt, bankot üzemeltetnek, bárki tényleg jó nekünk, azok telefonáljanak, mert érdekel bennünket az ő véleményük leginkább, hogy mivel tudják cáfolni azt a cikket, ami megjelent, mert hogy egy amerikai kutató lehozta egy nagy cikkében, hogy az őssejt bank csalás. Mire alapozza? Mit mond? Mert ugye én, aki eltetettem, mondjuk az egyik gyereknek csak, szegény, ezt ne áruljátok el, mert a pannánál valahogy... Ronda volt, mikor megszületett, és azt mondod, hogy neked nem vagy? Panna olyan nagy darab egészséges gyerek, neki nem lesz baj. Nem, valamiért pannánál elmaradt, és aztán, amikor a Soma érkezett, akkor eltetettük a dolgot. És én azért tetettem el, mert én azt tudom erről, hogyha később valami probléma lesz, akkor ugye a vérből kinyert őssejt el lehet segíteni a gyereken. Ha most azt mondod, hogy nem igaz... Én nem tudom, én nem is értek ehhez. Az amerikai kutató azt mondja, hogy nem igaz. Itt vannak ezek a hatalmas nagy őssejtbankok, akik azt mondják, hogy igaz. Vannak magyar orvosok, akikkel én erről beszéltem, míg a Viki terhes volt, és azt mondták, hogy szenzációs dolog. Vannak orvosok, akik azt mondják, hogy a legnagyobb hülyeség és a legnagyobb átvágás. Megint miről van szó? Te, aki mondjuk megengedheted magadnak, hogy ezt levetesd, vagy olyan szerencsés helyzetben, bár csak tényleg mindenki lehetne, állsz hülyén, és nem tudod, hogy a világ legnagyobb balekja vagy tényleg van értelme, és
20 évvel később te mondjuk ezzel megmentheted, ha ne adj Isten, szükséged lenne rá a saját gyereked életét, mert elkap valami a ritka betegséget, ami ezáltal mondjuk gyógyítható. Amikor titeket meggyőztek arról, hogy ez egy jó dolog, akkor jöttek elő olyan példákkal, hogy mit tudom én, Magyarországon vagy külföldön ezt már a gyógyászatban alkalmazták sikerrel? Nekem nem nagyon kellett. Tehát, hogy nem kellett engem meggyőzni, nem kellett példálozni, mert az járt az eszembe, hogy ez most jó, ez kerül ennyibe, de aztán a gyerek egy csomó mindent megúszhat majd, ezáltal ne kelljen ezt alkalmazni, de ott van a lehetőség, érted? És egyébként én most is azt mondom, bár a Balázs beültette a fülembe a bogarat ezzel, hogy jött egy amerikai tudós, és azt mondja, hogy ez nem ér semmit, hogy ez lehet, hogy azért 15 év múlva még fog valamit érni. Így van. Nézzük, hogy ő mit mond, és ha bejön egy hívás, lehet, hogy már csak hírek után lesz majd, akkor azonnal adásba tesszük, tényleg továbbra és bármely ősei banknak a képviselője, ha telefonál, nem reklámot akarunk csinálni, bárki jó nekünk, akkor telefonáljon. Ő azt mondja egyébként, hogy számos országban működnek olyan klinikák, amelyek ugye pénzért elraktározzák az újszülöttek köldökzsinórjából levett vérből kinyert őssejtet, azzal a céllal, hogy egy esetlegesen kialakuló súlyos betegség kezelésére később jó legyen. Egyrészt azt mondja, hogy szerinte nagyon kevés, később már, ha felnősz, akkor nem elég az a mennyiség, amit levettek. Kettő azt mondja, hogy elvégzik ugyan a terápiát, majd magukra hagyják a pacienseket, 50 és 1500, 15 000 dollárért veszik le, de hogy ezek semmit nem érnek. Várják, akkor itt kis tételes az első, nem tudom a választ, tehát hogy mondjuk egy 1 milligram, most mondtam valami nem tudom milyen mértékegységet, a kisgyerekből ennyit tudsz levenni, és aztán nekem felnőtt korban mondjuk 20 milligram kéne ebből. Hogy neked már ahhoz képest több kell. A másik az azért érdekes, mert ugye aki tárolja, az nem biztos, hogy kezel. Itt ő azt mondja, igen, hogy az eltároló majd a kezelés után magára hagyja. Igen. Nem biztos, hogy ez ugyanaz. És van egy nagyon fura érve, amit én tudok cáfolni, de nem azért, mert értek hozzá, hanem mert egyszerűen az ember következtet, mint szülő. Azt mondja, hogy ne legyen lelkis, idézek a cikkből, ne legyen lelkiismeret furdalása senkinek, aki nem tároltatta el gyermeke köldök zsinór vérét, vegyen neki biztonságos gyermekülést az autóba, nagyobb a valószínűsége annak, hogy balesetet szenved, mint az, hogy súlyos beteg lesz, és azt éppen az ő köldök zsinór vérével lehet meggyógyítani. Hát most az, hogy nagyobb a valószínűsége annak, ez ugyanolyan, mint a bárányhimlő oltás, most lekicsinyítve, lehűítve a dolgot. Tehát beadod, de nem biztos, hogy az lesz, viszont ha ne adj Isten, mondjuk az lesz, és te beadtad, akkor megúszhatod a dolgot, meg ez nem? Ez egy borzalmasan rossz hasonlat, hát gyakorlatilag a kettő nem zárja ki a másikat, tehát én úgyis megveszem a gyerekülést az autóba a gyereknek, függetlenül attól, hogy most levetetem-e a köldökzsinór vérét, vagy sem, ez egy hülyeség. Érted? Tehát, hogy inkább vegyen, inkább, mi az, hogy inkább, így is, úgy is megveszem. De más ellen véd a köldökzsinór, és más ellen véd ugye a gyerekülést, tehát ez nem értem ezt a... Nem, azt mondja, hogy nagyobb az esélye annak, hogy baleseted lesz, és inkább ott vigyázzál a gyerekre, mint hogy te mondjuk leveteted, mert kvázi tulajdonképpen egyrészt a kevés mennyiség miatt nem is nagyon tudják felhasználni, másrésztről pedig nem valószínű, hogy a gyereked olyan súlyos beteg lesz, hát azért az, hogy nem valószínű, azért az még az egy matematikai lehetőség. Doktor úr, képzelj el, vettünk gyerekülést is, és a konnektorba se engedjük. Szülőként normál esetben mondom, mert hogy egyébként sajnos azért vannak szélsőségek, meg azért hallunk dolgokat innen-onnan, amonnan, tehát azért vannak abnormálisabb szülők is, sajnos ezt kell mondani, de egy normális szülő gyakorlatilag mindent megtesz azért, hogy a gyereke egészséges legyen, és hogy a jövőben is ez a dolog ez így fennálljon, megmaradjon, tehát hogyha van rá lehetőséged, akkor gyakorlatilag mindent megteszel azért a gyerekért, amit lehet. Itt szerintem a komoly kérdés itt ezzel a dologgal kapcsolatban az, hogy vajon megírja azt a pénzt, illetve hogy nem csak egyszerűen bizniszről van szó, amikor egy nagyon komoly összeget kifizetsz. Az biztos, hogy iszonyatos nagy pénzek forognak kockán. Tehát egy milliárdos piacról van szó. Tehát ezt nem vitatja senki. Máshol megjelentek már az állami őssejt bankok is. Magyarországon ez még nincsen. Felmerül az emberben egy olyan dolog is, hogy nem ez most egyébként megjelent ez a cikk Magyarországon. Mi van? Csak most egyszerűen csak észérvek alapján, ha tulajdonképpen nincs másról szó, mint hogy előbb-utóbb itt is egy lobbynak köszönhetően mondjuk szeretnék a magánszektorból kivonni, és mondjuk állami köldökzsinórvér tároló bankokat létrehozni. Nem tudom. De hogy itt az orvosoknál, és aki mondott a nőgyógyászunk egy nagyon érdekes dolgot, aki azt mondta, egyébként vetessük le, és tud olyan esetekről használták, hogy van a dokiknál egy bizonyos státuszkó, és hogy Magyarországon például azért sokszor utasítja el néhány idősebb orvos, ezt ő mondta, most nyilván nem mondok nevet, mert ő nem hisz benne. Uh-huh. És azt mondja, hogy ez sarlatánság, ez egy baromság. Ahogy vannak orvosok, akik egyébként elutasítják a homeopátiát, és azt mondják, hogy rohadt nagy baromság, vannak orvosok, akik vele gyógyítanak, nyilván nem elhagyom mondjuk egy antibiotikumos kezelést, és működik, ahogy mondjuk
az ember saját gyerekén is kipróbálja, és működik. És elmondta, mondja, hogy egy bizonyos kor fölött azért beszélik le a szülőt, mert egyébként fogalmuk nincs, hogy működik vagy nem, hanem egy kis státuszkó, itt tanult a hülyeség, pénzlehúzás. De mondjuk ő praktizált, és soha nem hallott elő a dologról, meg nem is alkalmazta. Nem is érdekli. Nem is érdekli, vagy neki érdeke fenntartani azt a bizonyos orvosi státuszkót, így nevelték, új dolog, nem érdekli, hagyjuk. És elhajtja azt a szülőt, aki mondjuk levetette. Már jelez Anna, hogy van telefonálunk, úgyhogy hírek után adásba tesszük mindenféleképpen, és arra kérjük azon hallgatóinkat, akik esetleg levették, kivitték külföldre, tudták használni, vagy Magyarországon elutasították őket, de kint sikerült mondjuk, ne adj Isten, valakinek egy ilyen levettük öldögzsinór vérből meggyógyulni, hogy írjanak nekünk SMS-eket, mert kíváncsiak lennénk a tapasztalatokra. Tényleg baromi sokan leveszik. Kérdés, hogy ez működik-e. És statisztikákat közben az ember kezébe vesz, azért azt látja, hogy például a köldögzsinórvérből származó őssejtekkel végzett transplantációk száma évről évre nő. Most van egy statisztika itt, amit én megnéztem, köldögzsinórvér 2012-ben már 1200 transplantációt végeztek évente. Hogy ezt hol nyilván nem Magyarországon. Aha. De lehet, hogy Magyarországon az az állapot, hogy elhajtanak. Te fogod a kis köldögzsinórvéredet, kiviszed külföldre, és ott egy doki azt mondja, hogy hozza, megpróbáljuk, és mondjuk lehet, hogy 10-ből 2 bejön. Tehát, hogy nem sok mindentől függ. Nem is csinálja senki. Ezt én nem tudom. Van? Nem tudom, én se hallottam róla még, de azért jó. Érdekes. Beszélünk róla. A precedens az, ami meggyőzi az embereket pedig. Igen, az egyik Össegybank képviselője bejelentkezett, hogy szívesen elmondja az érveket, ellenérveket, megkérdezünk tőle mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk, valamint várunk SMS-eket, jó tapasztalatokat szülőktől, akiknél ez a dolog működött, vagy éppen nem működött, érdekelnek bennünket a hozzászólások. 8:50 pontosan folytatjuk a témát, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 8:09 múlt, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hál' Isten, most már nem laikusként folytatjuk a beszélgetést, mert ugye egy nemrég megjelent cikkről beszélgettünk, mint szülők leginkább, hogy érdemes-e levetetni az őssejtet, vagy nem. Rengetegen mondják, hogy igen, rengetegen mondják, hogy nem. Hallani pro és kontra ellenérveket, ugye erről beszélgettünk a hírek előtt, mert hogy megjelent egy cikk, miszerint egy amerikai kutató azt állítja, hogy hülyeség, pénzkidobás, biznisz, és tulajdonképpen nagyobb, jobban segítünk a gyerekünknek, ha veszünk egy kényelmes gyerekülést. Ugyanakkor jönnek SMS-ek is, mindjárt szemezgetünk belőle, meg vannak statisztikák is, amik azt mutatják, hogy közben érdemes levetetni, mert ha az ember megteheti, és ne agyítsen egyszer szükség lesz rá, és mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva akár tart már ott a technika, és az orvostudomány, hogy tud segíteni, és te pont megtehetted volna, de nem veszed le, nem? És így mondjuk van. Találsz egy belga orvost, aki azt mondja, uram, ha most idehoz 3 cseppet tudok rajta segíteni, és te nem tetted meg. Szóval nehéz igazságot tenni igazából, az ember szülőként áll hülyén, hogy mi a jó. Ezt a gyerekülés hasonlatot engedjük el, mert gyerekülést egyébként is veszel magadnak. Persze, ez egy marhasság, nyilván, van egy másik nagyon jó hasonlat, egy hallgatótól érkezett, azt mondta, hogy életbiztosítást is fizetek, remélem, hogy soha nem lesz rá szükségem. Ez gyakorlatilag ugyanígy hasonló, hogy ezt is eltetetted, ráadásul én úgy tudom, ennek havidíja nincsen. Ez legalábbis nem nagyon fizetek. Hát igen, meg nem tudom. A lényeg nem is ez, hanem hogy működik-e vagy nem. Ja. De mindjárt megkérdezzük. Na, van hallgatónk, illetve pontosabban igen, egy őssejt bank. Csak elmondom, hogy itt írták többen, hogy az ősen bankoktól mi úgyse fogjuk hallani az igazat. Mi tegnap egyébként, illetve pontosabban Juli kb. 3 órát dolgozott azon, hogy megszólaltassunk orvosokat, senki nem vállalta. Tehát mindenkinek megvolt a véleménye róla, és azt mondták, hogy Morning Show, igen, ismerik, hallgatják, de nem akarnak ebben az ügyben nyilatkozni, hogy miért, egyébként azt nem sikerült kideríteni, mondták, hogy van véleményük, de nem. Tehát szerettünk volna orvosokat is megszólaltatni, de azt mondták a legtöbben, hogy nem vállalják a beszélgetést, a nevüket nem adják se pro, se kontra érvekhez. Eddig az ellenpólus azért nagyon jó lett volna. Így van. Na, itt van Borsicki Vanda, a Cryosafe Őset bankjától. Hello, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Vanda! Na, ti nyilván olvastátok ezt a cikket. Ugye mi szülőként állunk a másik oldalon, és nagyon sok hallgató is, aki hát néz jobbra, néz balra, áll hülyén, és nem tudja, hogy mi az igazság. Nyilván nektek is van egy oldalatok, hiszen őssejt bankot üzemeltet a ti tulajdonosotok, hogy így mondjam, de mégis, ha konkrétan tudnál erre a cikkre reagálni, az bennünket érdekelne. Ti ezt olvastátok?
Hát persze, hogy olvastuk, ezt már betéve tudjuk ezt a cikket szinte. Nyilván minket is foglalkoztat a másik oldal, hogy, hogy miért támadják ezt az egész területet bizonyos orvosok. És hát a mi oldalunkon pedig ugye statisztikák állnak, felhasználások és olyan számok, amik megszápolhatatlanul azt bizonyítják, hogy a köldögzsinórvérrel bizony történtek transzplantációk, és több mint 70 különböző betegség kezelésében alkalmazzák. Tudsz egy példát említeni legalább? Persze, hát ezek ugye a köldögzsinór vér, mint olyan, abban vérképző őssejtek vannak, és ezek olyan vérrel és vérképzéssel kapcsolatos megbetegedések, mint például a leukémia, vagy különböző limfómák, vérszegénységek, immunhiányos betegségek, gyermekkori daganatos megbetegedések, tehát leginkább minden olyan, ami vér és vérképzéssel kapcsolatos megbetegedés. Itt nagyon sokan azt mondják, hogy a gyermek ugye a születésnél levett őssejt, az már egy 25 kilós gyerek nem elegendő. Ezzel mi a helyzet? Ez volt a cikkben is, ugye? Így van. Igen. Igen, na itt két dolgot kellene tisztázni. Az egyik az, hogy minden egyes levett mintában az őssejtszám az más és más. Tehát van, amiben pár százezer őssejt van, van, amiben több millió őssejt van. Nyilván ez mindig a betegségtől függ, hogy mekkora az a mennyiség, ami elegendő adott esetben egy kezeléshez. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezeket az őssejteket ma már ugyan még csak klinikai kutatás keretén belül, de szaporítják. Tehát Amerikában már elkezdték szaporítani, és egyébként Európában is ettől az évtől van olyan klinikai kutatás, ahol ezeket az őssejteket először felszaporítják, és majd úgy fogják visszatranszplantálni. Van egy levett mennyiség, és azt mondja a tudomány, hogy lehet, hogy ma még nem állok ezen a szinten, de elkezdődtek a kutatások, elkezdődött mondjuk a szaporítás. 5 év múlva egy adott mennyiségből tudunk 3-szoros, 4-szeres adagot csinálni, tehát mondjuk ez az érv is elhal, vagy nem áll meg? Vagy nem áll meg majd a jövőben? Nem, abszolút ez így van, hogy ma már elkezdődtek azok a kutatások, hogy az őssejteket föl kell szaporítani ezekből a mennyiségekből, amik rendelkezésre állnak egy köldögzsinórvérlevétel folyamán. Úgyhogy ez abszolút a jövő, ebből a szempontból maga a szaporítás és a mennyiségnek a növelése, De jelen pillanatban azért több mint 70 betegségben használják azokat a mennyiségeket, amik most rendelkezésre állnak. Van egy bármilyen szám adatunk, ami tényleg úgy konkrétum, hogy mondjuk az elmúlt évben, vagy az elmúlt 2 évben Magyarországon, vagy külföldön, igazából azt gondolom, hogy az ország teljesen mindegy, mondjuk nézzük külföldet, teljesen mindegy, tényleg csak kérdezem laikusként, hogy hány eset volt, vagy ti ezeket regisztráljátok, hogy 30 eset, 50 eset, ahol sikerült, nem löködött ki, befogadta a szervezet, jó volt, és mondjuk a gyerek felépült. Ilyen konkrét adatok, amik nyilván megcáfolhatatlanok, ilyenek vannak? Hát nálunk vannak, mert nálunk házon belül is volt 14 felhasználás, amiből egyébként 10 felhasználás a saját őssejt visszaültetés volt, és 4 felhasználás pedig testvéren segített. És ezt a 14 transzplantációt, ezt mi folyamatosan nyomon követjük, és ezek a gyerekek nagyon szépen köszönik, nagyon jól vannak, és abszolút a gyógyulás útjára léptek. Úgyhogy van egy ilyen belső adatunk, és hát van egy olyan világadat, hogy 25 éve köldögzsinórvért transzplantálnak, és az alatt a 25 év alatt 26 000 transzplantáció történt. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon, nagyon szignifikáns szám, hogy úgy mondjam, ahhoz, hogy ezt el lehessen mismásolni, vagy azt mondani, hogy ilyen nincs. Ti abban is tudtok segíteni, vagy a hasonló intézetek, mint amilyenek ti is vagytok, hogyha mondjuk valakinek erre az őssejtre szüksége van, de neki nincs, akkor az létezik, hogy másnak az őssejtje rajtam segít? Azt szerintem inkább az állami, nem? Ne, vannak, így van, tehát, hogy vannak ugye olyan betegségek, ahol visszakaphatja a páciens a saját köldögzsinórvérből kinyert őssejtjét, és vannak olyan betegségek, ahol nem. Nyilván ott a genetika miatt adott esetben egy olyan betegségről beszélünk, amit nem jó, hogyha a saját őssejtet visszaültetik, mert adott esetben ugye visszajuttatja a betegséget, vagy hát rosszabbítja ugye az állapotot. És olyankor beszélünk donorról, akkor donort kell keresni. Hát erre egyébként igen, az állami őssejtbankok, ezek a közösségi őssejtbankok a megfelelő. Így van, azok hát lennének a jó. Meg nyilván, hogyha lennének ilyenek az országban, akkor mondjuk a költségeket is lejjebb lehetne faragni, mert akkor valószínűleg kapnának valamilyen szintű, sőt, magas szintű állami dotációt, stb. És akkor nem ilyen, mert azért vagyunk őszintén, elég komoly összegről van szó, tehát hogyha 1-2-3 gyerek esetében azért ez akár egy milliós nagyságnál összeg is lehet. Ez így van.
Ez így van, és ezért van az, hogy mi például maximálisan támogatjuk azt a hibrid megoldást, hogy működjön egy országban állami, tehát közösségi összegbank. Egyébként mi Olaszországban működtetünk állami összegbankot is, és lehessen privát összeget is tárolni azok számára, akik nyilván ezzel a lehetőséggel szeretnének. Mi a különbség az ár? Én ezt nem teljesen értem. Tehát mondjuk vannak országok, tényleg Olaszország, Egyesült Államokkal az ember azt hallja, hogy van az állami. Ez alanyi jogon jár mindenkinek kvázi ingyen, de közben, ha nekem nem kell, akkor én lemondhatok róla, és odaadhatom másnak, viszont cserébe az enyémet ingyen tárolják? Tehát ez a különbség az állami és a privát ősegybankok között? Nem teljesen nem, értem. Nem. Az állami, tehát ezek a közösségi ősegybankok, ezek úgy működnek, hogy születésnél a szülőket lemondatják a gyermekeik ősejtjéről. Igen? Vázi leveszik az ősejtet, mármint ugye a közösnorvért, és berakják ebbe az állami ősejtbankba, ahová ez bekerül a közösbe. Tehát ezt már semmelyik szülő, semmelyik gyermek nem kapja vissza. Bekerül egy regiszterbe. De ez miért jó? Hát azért veszem le, hogy nekem, ha kell később, én levetettem, majd lemondok róla, ezt nem értem. Nem, azért, mert ez ingyen van, tehát, hogy itt te nem fizetsz semmit, hiszen lemondasz a saját gyermekednek az ősejtjéről, ez ott bent van, viszont, hogyha valakinek szüksége van, akkor megnéznek a különböző genetikai egyezőségeket, ja, és értem, ha találnak gonoszt, azt visszaadják a betegnek. Ja, értem, tehát, hogy az enyémet is odaadja az állami valakinek, viszont, ha nekem kell 10 év múlva, akkor megnézik, hogy nekem milyen a genetikai összetétele, és kvázi találnak egy hasonlót, aki szintén lemondott x évvel ezelőtt, és én segítek neked, te segítesz nekem elv alapon. Ez így működik, ez egy jó dolog, nem? Ez egy abszolút jó dolog, itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy ez azokban az esetekben egy jól működő rendszer, amikor nem a saját ősejtedet kaphatod vissza. Hiszen azért itt meg kell, hogy legyenek az egyezőségek, mert ugye nem biztos, hogy a beteg szervezet be tudja fogadni azt a donort, amit találnak neki. Tehát, hogy ez azért egy nagyon komplikált történet ilyenkor, nagyon-nagyon körbe kell járni, míg, hogyha ugye a saját ősejtedet visszakaphatod, és ez le van tárolva, akkor az viszonylag gyorsan hozzáférhető. Ott van, nincs olyan probléma, hogy genetikailag nem egyezik, tehát az tulajdonképpen az. Tehát náluk az állami ősejtbankok gyakorlatilag úgy működnek, mint mondjuk a vérbankok. Tehát, tulajdonképpen igen. Azért nehéz igazságot tenni, mert ugye nyilván azt senki nem vitatja, hogy egy milliárdos piacról van szó. Tehát ezen azért mindenki keresni szeretne. Az ember pedig megint ott áll, mint sokszor, ugye kvázi áldozatként, a legtöbbször a hétköznapi laikus ember, mint mi is, azért kérdezünk, akik pedig kapkodják a fejüket, és ilyen publicisztika, ilyen tanulmány, pro és kontra megjelennek érvek, aztán az ember nem tudja. Mégis azt gondolom, hogy ha lehetőség van, és az ember megengedheti, inkább legyen ott, és aztán ne kelljen, mint hogy nem vetetted le, elnyaraltad, de mondjuk 10 év múlva egy belga orvos azt mondja, hogy uram, ha most tényleg hoz ide 4 csepet, akkor tudunk a saját gyerekén segíteni. Tehát ez kvázi egy lehetőség, aztán az ember persze eldönti, hogy mit szeretne. Pár hónap ezelőtt, nem is tudom, valamelyik újságban volt egy ilyen cikk, ahol szintén egy magyar újságban, talán a Heti Válaszban jelent meg, hogy elkezdték a privát ősejtbankokat fúrni. Ez lehet egy ilyen privát kontra állami történet, aminek megint mi vagyunk az áldozatai, laikusok, akik ezt nem értik? Hát, ez nagyon nehéz megmondani, és én ezekben a találgatásokban így ilyen szinten nem szeretnék nagyon belemenni, igen. Hát mi mondjuk nem lehetünk az áldozatai, mert mi csak jól járnánk vele. Nem úgy értem áldozat, hanem te nem tudod, hogy jó vagy nem, levetesd vagy ne, és ott volt egy nagy cikk, hogy miért nem jók a privátok, és közben felmerült ugye más orgánumokban, hogy azért jött le, mert hogy közben pedig cél egy államit létrehozni, nem tudom, én ezt csak olvastam, azért kérdezem. És még egy gondolat ehhez, hogy azért a közösségi ilyen állami ősejtbankoknak azért egy viszonylag nagy adatbázissal kell, hogy rendelkezzenek, mert ahhoz, hogy olyan genetikai egyezőséget találjanak donort, hogy ez megfeleljen, ahhoz 40-50-60 ezer eltárolt minta kell, hogy legyen. Most jelen pillanatban ilyen Angliában működik, meg Franciaországban, tehát ahhoz egy nagyon-nagyon jól működő közösségi bankot kell létrehozni. Ez teljesen tudjon szolgálni egy országot. Ez teljesen tiszta. Jó, érdekes volt, szerintem fontos erről beszélni, nyilván azokért is, akik levetették, hogy tudják, hogy mi a helyzet, meg nyilván akik vannak olyan szerencsés helyzetben. Aztán, ha egy állami létrejön, közben a privát megmarad, akkor pedig az lenne a legjobb, mert mindenkinek alanyi jogon ez a dolog járhatna, és nem arról lenne szó, hogy akinek pénze van, annak nagyobb esélye van mondjuk meggyógyulni, vagy megmenekülni valamilyen betegségtől, hát ez lenne a legigazságosabb. Vanda, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó volt, köszönjük szépen. Én is jó munkát köszönöm nektek, köszönjük szépen. Borsicki Vandának, köszönjük szépen a Cryosafe-től, köszönjük szépen. Na, ez érdekes volt. Anna, bejössz, elmondod, amit mondtak, mert közben telefonált valaki, aki szintén nem akar megszólalni, viszont... Miért félnek? Szerintem ez egy nagyon érzékeny téma, nem tudom.
hogy sziasztok. Hello, na, hello. Mit mondtak szia. Neked? Na, nem akarnak, hanem nem ez mindengeddé köteles, hogy ő nyilatkozzon, bonyolult, most hallotta meg a témát, és így nem tud aztán adásba kerülni. Julinak is azt mondták tegnap, hogy ilyen engedély, az nem nyilatkozhat, fenékbe rúgják, te gyerekek, régi rendszert idéz, hogy senki nem mer egyébként nyilatkozni, mert fél, hogy fenékbe rúgják, nem? Ez való szörnyű egyébként. Na, Istvánnal beszéltem, és ő a Szent László Kórház hematológiai és őssejtranszplantációs osztály munkájába lát bele. Igen. Iszonyatosan profik, azt mondja, hogy túlzottan szerények, minden high-tech, borzasztóan emberséggel gyógyítanak. A tavalyi évben gyerekeknél 40 vagy 50 olyan transzplantáció történt, ami egész egyszerűen sikeres. Európai szintű, amit csinálnak. Ők nem nyilatkoznak erről különösebben, csak hogyha nagyon muszájuk, teszik a dolgukat szép csöndbe, és őssejteket használnak föl. Tehát gyerekeknél például. És működik. Uh-huh. Igen. És működik. Betegségfüggő, elmondta István, hogy nyilván, hogy van, amikor saját csontvelőt vesznek le, azt adják vissza, megkezelve testvértől a csontvelőt, vesznek. Így van, de őssejtet is használnak, és azt mondja, hogy olyan szinten profi, hogy tényleg büszkék lehetnek rá, és Európa hírű, és mondta, hogy belelát az ő munkájukba. Azt nem mondta el, hogyha van valakinek egy ilyen privát intézetben levett őssejt, akkor azt ő tudja használni? Igen, tudja használni. Akkor? Miről igen. beszélünk? Ezt az őssejtet visszaadják a gyerekeknek. Bárcsak mindenki le tudná vetetni. Igen. Milyen jó lenne, akkor létrejönne az állami. Így van. Le tudná mindenki vetetni, és a dolog működhetne. Igen, hát, mint igen. lehetőséget meg kell adni, nyilván aztán ne legyen rá szükség. Hát nyilván az a legjobb. Lemondasz róla, aztán más valaki meggyógyul. Igen, igen, igen. Vannak ezek a nagy bankok, ahova bekerülnek ezek a... Csak amit elmondott ugye a Vanda, hogy nem biztos, hogy genetikailag 100%-ig azonos. Tehát ezért jó, hogyha valaki módjában áll, nyilván elteteti a saját gyerekének. Hát meg amit mondod, azért az is érdekes, hogy dolgoznak azon, hogy sokszorosítsák. Tehát azok az érvek, igen. amik ma még megállnak, ki tudja, hogy mi van 5 év múlva. Ki pontosan. Tudja, hogy ki mit fedez föl 8 év múlva. Igen. Nem? Amikor már mondjuk de jó lenne egy állami mondjuk Magyarországon is, és azt mondják, hogy 1 grammból csinálunk 6 litert, mert feltaláltunk egy olyan dolgot. Tehát, hogy... Igen. Ez érdekes. Nézzünk egy-két SMS-t, köszi Anna, hogy mit írnak a hallgatóink. A mi szülész orvosunk azt mondta, hogy ne tegyük, mert ha egy multimilliómos gyerek megbetegszik Dubájba, és egyezik az adatuk, egyszer csak eltűnik a gyerekem, mert kell donornak, írja valakit. Jó Isten, milyen hozzászólásokat kérdés, ilyenek mennyi a valóság alapja. Engem anno a főorvos barátom azért beszélt le a köldökvér levételről, mert elmagyarázta, hogy ezzel a szervkereskedő kezébe adunk egy kulcsot térképpel, ez sajnos azóta több orvos is megerősítette. Aha. Zsolt, én nem hiszem azért, hogy névvel, lakcímmel, genetikai térképpel lent a föld alatt mély hűtőkben tárolják ezt, nem is azt jelenti, hogy egy kis béluka itt lakik, és akkor kiadják ezt szervkereskedősnek, kicsit összeesküvés elmélet szokva a dolog, de mint SMS, igen. Hozzászólás. Azt mondja, hogy sajnos azt nem mondják el, hogy ez a mennyiség 6-7 éves gyereknek már nem elég, és ezzel a módszerrel gyógyítható betegségek listája sem valami sok. Írja nekünk ezt Anna. A beavatkozások száma sok, de mennyi az egészséges teljes életet élő ember a beavatkozás után, erre már nincs adat, írja Anna. Erre volt, egyébként Vanda mondott konkrétumokat, Anna lehet, hogy kicsit később csatlakozott be a beszélgetésbe. Igen, meg ez a hány betegség gyógyítható vele kérdés, ez a picit fura, mert hogyha a te gyerekednek pont az a fajta betegsége van, amivel aztán ez gyógyítható, ért, hány olyan gyógyszer van, ami egy vagy két betegségre jó Kogyne. Csak, de persze. annak a kezelésével normálisabbá tehető egy embernek az élet. Igen. Az ősejt levételt nem anyagi helyzetől kéne függővé tenni, én pont a gyerekem születésekor anyagilag nem álltam úgy, pedig mindent megtennék érte, Andi. Igen, hát sokat ezzel foglalkoztunk. Abszolút egyet lehet vele érteni, foglalkoztunk ezzel, és azért mondtuk, és támogatta Vanda is egyébként, ami már szimpatikus, nem, hogy egy privát ősejtbank azt mondja, hogy jó, persze legyen állami, és amellett legyen privát is. Beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne, az mindenkinek járna anyagilag. Vagy alanyi jogom, bocsánat. Na, jól van, hát így tudtuk ezt a témát körbejárni igazából, sajnáljuk, hogy az orvosok a kicsi bürokratikus rendszer miatt nem tudnak vagy félnek nyilatkozni, szerettünk volna megszólaltatni valakit tegnap. Hosszasan dolgoztunk rajta, de nem volt jelentkező. Megyünk tovább, hármas ugrást játszunk, már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Csak mondom egyébként, hogy a héten még lesz kérdés, aminek a válasza az lesz, hogy fostos bugyboka. De jó vagy! Jaj, de szeretnek, hogy belerakod az év madarát. Az év madarát, a fostos bugybóka. 89 és 90 után, hölgyeim és uraim, idén a fostos bugyboka lett. Hey, hey, tapsod a fostos bugybókának. Magyar nevén? Bubos Banka. Bubos Banka. Magyar... Ja. Ez volt a magyar neve, te alulművelt, miért nem mondod? Latin nevén?
Timeo Danios e Dona Ferentes. Várjál, terelős kögés. Ő megnyitom, már becsuktam. De nagyon jó a latin neve, igen. Tehát gyerek mondja, akkor hátba vágod, hogy ne dadogj. Nem? Igen, megint félregyeltél, bekapkodjál már. Na, amíg Jani megtalálja. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Anita! Igen, Anita. Anita, honnan hívtál minket? Tiszaújvárosból, és boldog új évet kívánok nektek. Nagyon köszönöm. Neked is. Oh, magad az utolsó, hogy ezt meghallgattam, igen, holnaptól kijelentem, hogy gyűlölöm azt, hogyha valaki azt mondja, hogy bújjék. Jó, rendben. Ne, te ma még legálisan mondhattad, de ez a január 22-én valaki új emberrel találkozott, és mond egy bújjékot, meg tudnám ölni. Ne feledjük el, Jani, holnap reggel 6-kor így köszönünk Balázsnak. Boldog új évet. Ennyi lesz. Mit csinálsz, mivel foglalkozol, Anita? Hát pillanatilag szabadúszó vagyok. No. Szabadon úszom az árral. Keresem a munkát. Nyilván nem saját választás. Megszűnt? Vagy kitettek? Ne agyisten? Ez is, az is. Meg is szűnt, ki is tettek? Lejárt a szerződésem, és nem hosszabbítottak. Uh-huh. És milyen munkát keresel? Ez mindig beszokott válni, hogy megkérdezzük, hogy honnan hívsz, milyen munka, 2 percon jönnek az SMS-ek, adjátok ki Anita számát, lehet, hogy tudok segíteni. Ezt nyilván először csekkoljuk, hogy nem rossz kezekbe kerüljön. Hogy mit keresel, vagy milyen munkát? Én tanító vagyok egyébként, de adminisztratív bármilyen munka, ami nappal végezhető, mert kisgyerkőcöm van is, éjszakait azt nem vállalok, éjszakai műszakot. És tanító, de egyébként adminisztrátor. Mit tanítasz? Azt is csináltam. Gyerekeket. Nyilván, igen. Aha. A legutolsó munkahelyemen ott ilyen hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam. Na, hát ez egy nagyon szép foglalkozás. Azt gondolom az ember, hogy arra mindig szükség van egy ilyen képzett tanítóra, aki hátrányos helyzetű gyerekekkel tud foglalkozni. Hát azért az egy nagy kincs a mai világban. Ennek ellenére nem találsz munkát? Hát nem kell Borsodban kevés a lehetőség azért. Nehezebb. Uh-huh. Nehezebb sokkal, igen. Jó, ha valaki jelentkezik, akkor ha hozzájárulsz, és tényleg komolyan a lecsekkolja, akkor kiadjuk a számodat, ha gondolod, nagyon, jó? Nagyon jó lenne. Köszönöm Sokszor szépen. Szokott ez működni. Jani, milyenek a kérdések? Érdeklődő hangvételűek. Kérdőjel a végén. Bár csak emlékeznél rá. Igen. Nehezek? Ne, várjál, Jani, mindjárt megtalálja. Picit nehezebbek most. Nem baj. Tegnap könnyek voltak, de most... Mehetünk? Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik betű jelöli a római ezrest? Ez szép kérdés. M, mint Mária. Igen, pontosan. Egyébként, hogyha az ember nem is tudja, csak logikusan belegondol, hogy épületeknek a homlokzatán ugye sok esetben fenn van az építésnek a dátum a római számmal, és mivel szokott kezdeni? Már megint most a kultúra, mert ő állandóan a homlokzatokat nézi. Egyébként én is figyelem. Milyen fura, hogy a magasságomból kifolyólag elsősorban a szuterén lennék amúgy kíváncsi. Igen. Így van, jó volt a válasz. Menjünk tovább? Igen, menjünk, próbálkozunk. Így szól a második kérdés. Ezt tudnám egyszer 8 év alatt, hogy mit adunk? Hát valami ajándék. Sapkasár. Melyik magyar költő múzsája volt Brühl Adél? Adi Endre. Így van. Nagyon jó vagy. Brühl Adél alias Léda. Nem. Léda alias Brühl Adél. Ezt mindenki rosszul használja. Az alias az igazi nevén. Tehát azt úgy használod, hogy Léda alias Brühl Adél. És az mindenki úgy használja, igen, hogy alias, de az alias az igazi nevén, az eredeti nevén. Én meg a választ tudtam, te meg tudom, hogy az alias. Mindenki rosszul használja. Holnapra kérdés, mit jelent az alias? Te mit tudom én, Horváth Péter, nem tudom, alias Kozsó. De az Kozsó alias, tehát az alias az igazi nevén, és ez a komplet... Kozsó tényleg Horváth Péter? Nem, most akkor jutott eszembe, nem, tehát pont fordítva, és itt rosszul használja mindenki. De mindegy. Nem baj, hogy segítettem. Dehogy is. Nem. Rohadjak meg. Mehetünk tovább? Attól függ, milyen kérdés, sportkérdés, vagy mire számítsak? Ez egyébként jól beletrafáltál, sport. Igen. Sport. Foci, gondolom. Nem, biztos. Nem. Azért nem mondjuk meg, hogy milyen sport. Hármas ugrás, nem barkoba. Én megállnék. Igen? De én mennék. Pedig erre Balázs tudja a választ. Én érzem, hogy te tudod. Én tudom a választ, de azért, mert szeretem ezt a sportot, de ez alapjában egy nehéz kérdés, még így a sport van. Szeretőknek nem mindenki is. Ért a szinkronúszáshoz. Menjünk? Menjünk, majd legközelebb is próbálkozom. Na jó. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik sportág egyik rangos nemzetközi versenye a Hopman Kupa?
ezt a kérdése. Hol? Hoffman. Hopp. Nem, Hoffman. Hoffman. Nem, nem, azért, mert pedagógus vagy, értjük a Hoffmant. Igen, sokkaltatjuk Rózsikát, de nem. Hoffman Kuba. Mint ugró ember. Hoffman. Hoffman. Sokat ugrál. Hoffman, Hoffman, és mindig meg, hogy Hoffman, akkor ugrik egyet. Mondjuk a tenisz? Ez honnan? Hát ez hogy az előbb azt mondtad, hogy szereted ezt a sportot, azért ez kicsit áthalásos volt. Igen, abból is, hogy Balázs szereti ezt a sportot. Ja. És ügyes hát meg egy kis segítség. Azért, mert ez a Hoffman, még akik teniszeznek se tudják, hogy a Hoffman kupa az tenisz, ezért nehéz, nehéz, mert Davis kupa mondjuk az egy könnyebb kérdés a tenisz ileg, de a Hoffman kupa az nem egy könnyű kérdés. Anita, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Hurrá! Ügyi vagy. Hurrá, hurrá, hurrá. Küldjük neked, most nem dedikálunk sok mindent, mert nem akarjuk elrontani a sapkát sálat, de talán a bögrét majd, ha van benne, akkor de nyugodtan, mindent írjatok. Nem tudjuk ráírni, az szívem, a baj, az hogy a baj. Úgy döntöttünk nem. Az elején, hogy nem dedikáljuk, és ezért a sapkasál az nem is innen megy, tehát ezt most nem írjuk alá a hármas ugrásnál. De ha minden igaz, itt a harmadik amúgy is egy óra. Így van, akkor meg pláne, azt aláírjuk. Felhúzzuk, beállítjuk. Így van. Anita, köszi a játékod! Én is köszönöm. Hello, ciao, ciao. További szép napot. Puszi, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, 9 óra múlt 1 perccel jövünk a legfrissebb hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk és belevágunk az utolsó egy órába. 7 óra után egy kicsit ökörködtünk, 8 óra után komolyabb témánk volt. Most újra kicsit lazítunk. Okay. De én szeretem, Maria, komolyabb vagyunk. Ez az őssejt, ez nagyon érdekes dolog szerintem, hogy hol tart majd a tudomány 10 év múlva, levegyük, ne vegyük, mi történik, hogy történik, tényleg senkinek ne kell használni, az a legjobb, de jó, jó ilyenekkel is foglalkozni, engem ezek nagyon érdekelnek. Látom, Jani, téged is. Ja, engem is maximálisan, én nagyon örülök neki, hogy és ráadásul embereket is, és nem csak őzeket lehet gyógyítani az ősejteknek a levételével. Ez is egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Yeah, ne haragudj. Így van, nagyon fontos. Hát sok-sok éven keresztül csak az őzeket, most pedig már embereket most is. Hát érted, tökéletesen igazad van. Értemes leveted. Így van. Mit kezdtél el mondani, Feri? Hogy kedv van, ilyenkor ugye kaszaművész úr szokott érkezni tényleg hozzánk, de semmi baj, Tájföldön. Aki most van. Tájföldön van. Szegény. Igen, kinek Tájföld, kinek Hájföld. De hogy gyerekek, azért az, ezt nem mondjuk el a Tibinek, de hogy te most mondtad, hogy ma kedv van, és szokott jönni a Tibi. Hogy ne nézzen tükörbe. Igen. Nem, hogy azért nekünk a Janival ez annyira nem fel se tűnt így 8 év után, amikor a szegénynek rovata van. Igen, ezt akartam. Hogy egy kérdő pillantásom nem volt, a gyerekek, nem kéne már a Tibinek itt bent ülni a szegény, kérlek, és most, hogy mondod, hogy kedv van, 9 óra után. Azért tűnt fel, mert dobott neki egy SMS-t, hogy ugye itt vagyok, hiányzom. Dobott egy SMS-t, említs meg, rohadék, említs meg, legalább egyszer említs meg. Ismerve a Tibit egyébként tényleg megteszi. Nem, elmondom, mi a titka. Ő ugye bejön kedden, de mi onnan tudjuk, hogy kedv van, és jön az ő rovata, hogy 8-kor itt lekezel mindenkivel. És 8-tól 9-ig az ajtóban áll, és teljes szájjal röhög azon, amit csinálunk, és onnan tudjuk, hogy ugye kedv van, meglátjuk 8 órakor beköszönni, eszik egy hotdogot, itt ül, és 8 órától itt zsibbaszt mindenkit. És onnan tudjuk, hogy rovata van. De most, ami drága Tibing Tájföldön tölti Manókával szerény egyébként hétköznapjait, egy laza 3 hetet kiütött a decemberből és a januárból, megérdemli, sokat dolgozott. Meg. És arra gondoltunk, hogy nem hívjuk föl. Kicsit megálltál a megérdemli, utána semmi baj. Nem, tökre megérdemli, menjen, hát mindenki oda megy, ahol akar. A szilveszteri műsorában én meg is értem, hogy inkább külföldön töltött. Igen. Szépen dicsérsz. Jó, én is megnéztem azt a szilveszteri műsort, de szerintem azt már ő is megbánta. Úgyhogy... azt már többen megbánták a TV2-nél, szerintem. Én néztem egyébként a TV2-nek ezt a szilveszteri műsorot, és ugye elég fura volt látni azt, hogy visszaszámlálnak ugye éjfélig, és aztán pedig együtt ugye eldúdolják a himnuszt, meg valaki énekelt, valaki nem, de együtt meghallgatták minden esetre, és hát ott láttam, hogy ugye ott van a TV is, és olyan picit fura volt, hogy akkor 2 héttel ezelőtt, vagy ők 2 héttel azelőtt így ezt így eljátszották? Mindig ezekkel az előre felvett műsorokkal mindig ez a problémám. Nem, a legjobb az volt, hogy a
TV2-nél egy műsorvezető elmondta, hogy és már a sztárok gyülekeznek egy éjféli kocintásra, és tudtam, hogy a Tibi kim van, mondom, mennyire reális, tudod, mennyire reális egyébként, hogy mindenkit behívnak éjfélkor egy kocintásra, ki a családjával, ki haknin, ki fellépésen, és valamelyik műsorvezető, talán Gombos Edina, mert volt egy aktív, mondta, hogy a sztárok már gyülekeznek a TV2 székházában egy éjféli kocintásra. Az ikerek már meg is jöttek. Mondta Edina. Igen, és kicsit bemozgott, ugyanabban az óvodában jár, én délután találkozom vele, úgyhogy több tiszteletet Edinának. Az ikrei. Több tiszteletet az ikreknek. Délután aztán csúnyán néz majd. Irigyek vagytok, mivel az RTL-en nem volt szilveszteri műsor. Láttam a nézettségi görbét, nem vagyok irigy. Ott volt a reszkesetek betörők 1-2-3-3 értékének elnézést. Egyébként itt nem értem a TV2-t. Megmondom, ezt szakmai szempontból. Ez egyetlen. Tessék? Nem, te vagy az egyetlen. Nem, mindenféle bántás nélkül, nem komolyan, de ha most ezt a viaszat csinálnám... De nem megy. Nem akarok gonoszkodni, hanem kimutathatóan az emberek egyébként 50 plusz alatt, ami kereskedelmileg fontos, a 18-49-ben effektíve buliznak, partin vannak, tehát hogy ha te 20 évesen leülsz, nem tudom műsort nézni, akkor ott vagy magányos vagy, vagy nagy baj van, és nem visz szilveszterezni. Tehát 50 pluszban egyébként szilveszteri műsort nyerte a Saskabari az ATV-n. Így van. Tehát képzeld el, a nézet... Ludas Mutyi az ATV-n, vagy nem tudom, maraton. Rommá vert mindenkit 50 pluszban, mert 18-49-ben viszont senki nem televíziózik. Aha. Ugye a 18-49 egy olyan célcsoport, ahol a 18 és a 49-es korosztályban. Ezt még talán mi is. De nem belőled kell kiindulni, te agyoniskolázott, hanem vannak hallgatók, akik szakmai szlengeket nem értenek. Egy jó műsorvezető elmondja, hogy a 18-49 nekünk egyértelmű, de ugye az egy korcsoport, ahol ugye mérik a nézettséget, effektíve nem tévéznek, és egy csomó pénzt elkölt a TV2 szilveszteri műsorokra, közben egyébként nagyon nézik. De ez egy szép gesztus, nem? Hogy olyanok is csinálsz műsort, akik egyébként nem néznek tévét. Az RTL ezt elengedte, nyilván a TV2-nek megvan az oka, én nem kérdezem, hogy miért, csak nagyon a fiatalok, akiknek szól kereskedelmi szempontból, egyébként nem tévéznek. Az éjszakás nőjének azok neked smafu? Nem, abszolút, nem fontosak, abszolút fontosak. Engem mind a mai napig felizgatnak kismama cipő, a fehér fityula. Patikus. Engem nem. Engem a gyógyszerésznők, tényleg a patikus. Hát, kinek? A patikus. A gyógyszerésznők és a patikusok. Nekem. Ha lehet egyet mondani, hogy milyen jelmezt veszek a Vikinek most a születésnapjára. Az lesz mi? Fehér köpeny. Nagyon jó. Stewie vonalon mentem sokáig, Stewie vonalon, tehát Viki annyi, nem tudom, kék ruhát még nem kölcsönzött ki, mint amennyit nekem ki kellett az elmúlt 3 évben, de most váltunk, patikus, de gyógyszerész. Nem az az újévi fogadalmat, hogy az egyedüli? Hát, az is egyébként, de mellett azért jut is, marad is, de van szerepjáték is. Tessék? Hozzá, tehát ugye, Sebestyén úr, kikevertem magának egy tégely friss vonzáig. Nem, de amikor bemész a patikába, és ott... Hogy milyen gyorsan fogy maguknál. Csak mikor fehér, még az ajtó? A fehér köpenyben ott áldogálnak, hát én muszáj megértelek. Vagyok a Vikinek venni egy ilyen fehér köpeny. Igen, én őszintén mondom, hogy gyerekkorom egyik meghatározó élménye óvodás koromban az volt, hogy... Amikor egy szőrös óvodó térdére ültetett. Igen, amikor Dezső bácsi a fűtő, lehívott, és azt mondja, hogy elég kár, gyere, meghozták az új vegyes tüzelés, és megmondhatom, hogy durrantok be. Ha megfoghatom a seggedet, kirámolhatod a szént a kocsiba. Ezt nézd meg, ez se a brikettől lett fekete. Na, de nem mondál senki. Igen, és hazamentél, és azt mondtad, hogy apa, Sanyi bácsi azt mondta, hogy a boldogát eszem, megkapom ezt az új cipőt itt. Mondtam kisre, hogy török rendesen. Hú, ez szimpor. Na, szóval, hogy minden pasinak van ilyen, nem? Amit úgy vizionál, és kinek a nővér, kinek ez, de hogy azt úgy elképzeled. Anyukám gyógyszerész volt, és nagyon sokszor abban a gyógyszertárban, ahol dolgozott, voltak nyári gyakorlaton fiatal gyógyszerész lányok. Gyömrői út, azt mondja, hogy is hívták, fonógyári óvoda, és azzal szemben, ahol mostanában egy olyan vaskereskedés van, ott volt a gyógyszertár, és én rendszeresen jártam át oda, és maradtak is fotók. Már nem úgy. Azt gondolom, hogy egészen előre haladott állapotot sikerült elérned, ha fotók is maradtak. A fiatal gyógyszerész lányokkal küldött ki mindig anyukám a játszótérre minket. Hogy a értem, hogy te miért teszted el a joghurtos dobozt és külön a fedét, ha 6 évesen fiatal gyógyszerész lányok sétáltattak a játszótéren, de mindent értek. Imádtam. Igen? Iszonyú aranyosok voltak, iszonyú helyesek voltak. És voltál direkt rossz, hogy megbüntessenek? Volt ilyen, hogy Janika, gyere le a mászókára, gyere le a kutyafádat, mert leszírgunk. Hát, hogy a játszótérig el sem jutottunk. Általában már ott, már az út szélén ledobtam magam, már letoltam a nadrágom, és a büntessetek meg, nagyon rossz.
megint nem fogadtam, szóval átszállatok a pirosod. Janika, húzd fel a nadrágot, hogy takarodj el a játszótérre, megmondanak anyának. Az jó, és az így beakadt? Nagyon. Hát én azut is nagyon szeretem egyébként, az egészségügy dolgozók, tisztelt a kivételnek, tehát a műtős fiúk, nem? Igen, bocsánat, elnézést, ne haragudjatok, srácok, de hogy nekem nagyon bejön. Egy jó kacsáztatás, az. Gyerekek, igen, hát minden pasinak él ilyen a fejében. Már nem él ilyen, hanem hogy ilyen. Az amúgy is ugye a hasban bent, előcsőben át. Igen, nem él ilyen, hanem él ilyen. Ugye? Csak hogy összekeverjük. Hál' Isten, ja nem, ez nem közlekedés, bocsánat, valaki kékkel kijelölte nekem, rászaladtam, mint gyöntjük. Az Erzsébet hídnál a budai oldalon a felső rakparton ötös koccanás. Nagy káosz van, rendőrök a helyszínen, ezt Zoli küldte nekünk. Trafi a 8-as úton az Inotai erőműnél, 70 km/h tábla van, mindenki figyeljen. Ezt Petyka küldte, drága vagy Petyka, köszönjük szépen. És Kiskunhalason a déli városkapunál trafiznak, ezt pedig Ákos küldte el nekünk. Nem szabad elfelejteni a fotópályázatunkat, így ugye? Van egy fotópályázatunk jelenleg is, fönt a honlapunkon, ugye így készültök ki ti, ez a fotóversenynek a címe, 50 000 forint készpénzt lehet vele nyerni. Plusz az ünnepek előtti, közben és utáni. Pontosan így van, ahogy Ferenc mondja, kap mind a három helyezet, az első, a második és a harmadik helyezet, pontosan szólva egy-egy nagyon-nagyon felturbozott Morning Show ajándékcsomagot. Bizonyám. Na, egy érdekes cikket találtunk, és szeretnénk végezni egy tudományos kísérletet. Annyira tudományos lesz, hogy el nem hiszitek. Most aztán adunk a tudománynak, sejtitek. Hármunkat ismerve, mennyire tudományos lesz. Szokott alapossággal. Igen, szokott alapossággal. Hihetetlen tudományos kísérletet végzünk. Na csak ezt figyeljétek. Most aztán kapaszkodjanak az akadémia. Ezt osztatjuk a MTA. Most aztán betérdeltek, öreg fiúk. Mert hogy... Az eBay-en meghirdettek egy érdekes dolgot, leszapogatott csoki golyókat. És 400 forintért kezdődött a hirdetés, nem is tudom, hogy ez hogy végződött. Egyébként 7 darab kicsi apró csoki golyó. Elég késő van már ez a témához. Nem, semmi durva. Leszapogatott csoki golyók, ez nekem. De nem kell durvára gondolni, ez pici apró drazsék, amikről lenyalogatták. Csak álljunk meg ezen a szinten, és akkor ne gondoljuk tovább. Zizi csoki golyó bármi. Mogyoró van ebben? Mogyoró. Aha, tehát a mogyorót kicsit nyálasan föltette valaki. Igen, fölrakták ezeket a csoki golyókat. De nagy ember? És? Hagyjatok már békén, hülye kérdés. Mit tudom én, mi a nagy ember, aki feltette? Hát ha híres ember nyál, akkor jó. Hogy van, aki, mit tudom én, Madonnának a kukájában turkál, és akkor talál ott mindenféle ilyen gusztustalanságokat, de azok Madonna gusztustalanságai, és ennél fogva értékesek. Ezért kérdezem, hogy a lenyalogatott nyálas zizi, vagy a csoki golyók nagy embertől származnak-e? Nagy embertől. Nagyon nagy. Nagyon nagy. Akkor jó. Nagyon nagy. A tudományos kísérlet pedig a következő. Mindenki mondhat egy értelmetlen dolgot, amit felteszünk az egyik ilyen oldalra, tök mindegy, hogy melyik oldal, nem is ennek akarunk reklámot csinálni, majd beazonosítható módon elmondjuk, megtaláljátok, hogy hova tettük, tehát nem az oldal promotálásáról van szó. És nézzük meg, hogy mi az az ár, amit egyébként még valaki kifizet érte. Ha te licitálsz, azt már ki kell fizetned? Ki kell fizetned, nem? Csak a vége van a licitnek, akkor az utolsó licitálónak ki kell fizetni. Feri elektromos fogkeféje. Full értelmetlen baromság. Mi van? Tudod, már most az is baj, hogy fogad mosog. Meg. Igen, mert egyébként egy jól néz ki, jól mutat, fekete. Csak abszolút. Mindig fura, hogy ezért a lépcsőházban mosol fogad, hogy mindenki. Mindenki lássa. Nem, hát azt nem adom, azt nem említem. A legnagyobb baromság. Az elektromos fogkefe? A legnagyobb. De miért? Mert hülyeség. De miért hülyeség? Mert nem szeretem azért. Ja, akkor ez meg. Mert azért világos. Azért, mert egyrészt én mondom, tehát innen indulunk kettő. Hogy... Béka, dobd ki a fogkefémet, majd veszek rendeset akkor. Nem jó. Nem jó. Nem. Jó, tehát akkor azt nem tesszük föl licitre. Nem jó, hanem a maga az elektromos fogkefe nem jó. Nem jó. De miért nem jó? Mert azt mondom. Jó, ez tudományos alapossággal jó. Három apró dolgot nézzük meg, hogy mennyire megy fel a licitünk. Uh-huh. Három apró végezzünk dolog. Egy ilyen MT által jóváhagyott, jó. Nagyon tudományos kísérletet. Három apró dolog, akkor... De úgy, hogy... A két melbibob? Mondjuk, ha snitzerre leszedhetem, én felteszem neked utána. Tehát simán. Az nagyon durva egyébként. Mi van most a zsebünkben? Van valami olyan apró, teljesen személyes... Nekem bélés. Tessék? Atya Isten. Várjál, figyelj. Egy negyedik levő öngyújtó semmi. Van. Igen? Egy zöld öngyújtó, nem kék. Nálam van egy félig használt fültisztító pálcika. Tök jó. Az ennyiben egy sárga folt. Jó, de az már nekem azért, mert már inkontinencia betétet kéne betenni, csak még hiú vagy, és ezt nem ismered be? Mi az? Mit találtam az asztalomon? Egy filter. Egy használt teafilter. Az én teám. Nem nagy ember, de az enyém.
Tehát van olyan dolog, amit mi, ha fölteszünk, valójában tényleg valaki megveszi tőlünk? Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogyha mi felteszünk, és egy hétig követjük ezt a licitet, akkor a végén nem kamu licitálók, hanem valakinek tényleg annyira fontos az a dolog, hogy szeret bennünket annyira, hogy valójában elmondja, hogy ez a Jani fültisztító pálcikája, a Feri tea filtere, és mit tudom én, Balázs zsebkendője, bármi. Szerintem... Tehát ne azok licitáljanak majd, akik valójában tényleg utána leütik és elviszik, hogy a legértelmetlenebb dolgot is elviszik-e emberek, mondjuk elviszik. Erre vagyunk kíváncsiak. Elviszik? El akkor, hogyha van mellé egy hitelesítő dokumentum. Már hát jé, azt írunk tehát, hogy, mert hogy ha akárki feltesz valamit, és azt állítja róla, hogy X-nek, meg Y-nek, meg Z-nek a személyes tárgyáról van szó, ami hozzájuk kötődik, akkor nyilván ezt nem hiszi el senki. De hogyha mi készítünk egy hivatalos dokumentumot, mondjuk két komolyan vehető tanúval, tehát például a Csabival nem, de mondjuk a Zsüllel aláíratjuk meg a Lacival, és mi is aláírjuk, hogy igen, ez a miénk, igen, ez az én te a filterem, igen, a többi tárgy az meg tőled. De legyen olyan, ami hozzánk ér, tehát ami kicsit személyesebb, itt írja egy hallgató, hogy például Feri egy cigi csikket. Ilyen értelmetlen dologra gondolok, az jó. Tehát te benne volt a szádban, hozzád ért genetikai DNS láncolat, levehető belőle. Ez nagyon fontos, hogy ez aljára oda legyen nyoma, mit tudom én, Feri aranycvakkos pecsétgyűrűje. Jó! Az jó, hogy a 20 éves törzsgárda miatt kap. Igen. 18 éven csak 18. Jani, írja egy hallgató, hogy tegyük föl a fésüdet. Jó, én adok egy hajszálat. Jó? Igen. Egy hajszál nem jó, az abszolút személyes, adok egy hajszálat. De kivel kell, DNS-t kinyerik, vigyázz. És mi csinálnak? Sokszorosítanak. Beállít hozzám 10 év múlva 3 hajszál. Szia, mi vagyunk? Nem. Mi a gyerekeid vagyunk, nem neveltél bennünket. Nem tudják, belerakják egy petri csészébe, meg egy táptalajba, és kitenyésztenek belőle egy fejet. És 10 év múlva, 10 év múlva oda gurul a háza, mert egy fej. Mint a dologban, ilyen póklábakon. Szörnyű apa voltál, nem neveltél. Nézd, Benni, focilabda. És elkezdek focizni a saját fejemmel. Jó, én egy hajszálat adok, azt hiszem személyes. Nem? De vegyem még személyesebbre? Tehát legyen ez egy még személyesebb dolog? Mi az, amit hát a hajszálnál egy olyan szőrszál, ami még egy picit személyesebb. Lejjebbről? Legyen egy marék szőrszál. Hát a fején állok fejjebbről. Tehát ez ugye nézőpont kérdés, hogy lejjebb-fejjebb. Mondjuk lejjebbről. Nem, a hajszál az kulturáltam. Őrizzük meg. De egy tincs legyen. Persze, kivágok egy ilyen varkocsot. Oké, legyen egy 6 cm-es kopaszra borotvált rész a fejemen, de örülnék neki. Nem, legyen egy hajszál, az jó. Egy hajszál. Jó. Egy eredeti, hamisítatlan Balázs hajszál. Tőled mit veszünk? Valami személyeset. Eredeti, hamisítatlan Jani bőrdarabot a fejemen. Nem, most, hogy látlak itt szabad szem, mert mondjuk te adod az egyik orrszőrödet rá a kollégám. De most pont rá van tekered a mikrofon állványra. A közeledben nem merek nyílt lángot használni, mert belobbansz. Tehát, hogy mi legyen az? Legyen valami, tényleg valami személyes. Nincs egy fogad, ami mozog. Tényleg. Legyen egy fog, ami mozog. Nincs valami, nem kaptam cserél az egyik amalgám tömésemet. Kössük rá a kilincsre, vágjuk be az ajtót, és legyen. Tehát én ilyenekre gondolok. Nincs egy régi fogad, amit őriztél. Tehát tényleg személyes legyen. Valami olyan jó barátom. Vagy egy vathús a testemről. Én tudok hozni fogat is, mert az anyukám elrakta a tejfogaimat. Az összes megvan. Hogy legyen bizonyíték apámnak, hogy kiverte. ezt csináltad a gyerekkel, jól jött a vállóperni. Nem, elrakta valamilyen fura perverzió, hogy elrakta az összes ilyen köldök, fog, köröm, mindene megvan. Hát, ha majd kell apádnak és... Igen, apám elvitte az ülőgarnitúrát, a tévét, meg a fogaimat. Na, valami személyes. Várjál, mi van olyan olyan? Alsogatja. Az jó! Alsogatja. De ami most rajtad van. Ó. Az egy kamu Calvin Klein. Jó, hát tök mindegy, hogy mi van ráírva. Jó, na, kitaláljuk. Tehát senki nem hiszi el, mindenki látja, hogy egy Calvinnek hívják a srácot, aki. Hord a sapkát. Tessék? Hord a sapkát. Most igen. Nem. Na, adod a sapkádat. De nem adom. De miért most? Mert azokat tökre ragaszkodom, azokat tökre szeretem. Hát részben igen. De hogy... Egy kevésbé szeretett sapkád nincs. De van. Na, hozd be azt. A személyes? Az jó. Az abszolút. Ki sem mosta. Feltesszük egy oldalra, és megnézzük, hogy csak hogy tudjuk azt megnézni, hogy valójában elviszik-e. Mert ugye azt nem akarom, hogy elmenjen 10 millióra a licit, és hát utána... leütik.
de utána én nem értek ezen oldalakhoz, hogy 10 millióra elmegy a lici, de utána ne hagyd ott, hanem valaki tényleg megvegye, csak nem, hogy hát, tudod kiszűrni, hogy valójában ne kamu licitek legyenek. Mi postázzuk neki. Na jó, de ha 10 millióra fölmegy a licit, azt valakinek el kell vinni, nyilván írás, hogy valaki kivigye. Tehát a szabályzata, az oldalak szabályzata alapján neki ezt el kell vinnie. Tehát egyrészt, hogy kitiltják az oldalról, hogyha nem vásárolja, meg másrészt, meg ugye ez, amikor te ott regisztrálsz, akkor a szabályzat alapján te elfogadod az abban foglaltakat. Nem értek ezeket. Írja valaki, nagyon jó, nekem tetszik, van köldökszöszöd? Köldökszöszöd? Tehát a köldöködött megjárt szösz. Nagyon ritkán. Mi nagyon ritkán? Nagyon az ritkán van, nézel bele, vagy nagyon ritkán? Most cseréltük le a régi, hogy a forgódobos hajdú mosógépünket, és azóta nincsen szösz a ruháimon. Ne csináld, de köldökszösz mindig van. Valahogy a köldök egy olyan energetikai vákum, ami kiszívja az anyagot, a pamutot, és belemegy a köldöködbe. Van szőr a hasadon? Az a szősz gyűjtője a testnek. Szőr van a hasadon? Nagyon kevés. Akkor ezért nincs köldökszösz. Ugyanis tudományosan megmagyarázták, hogy a hasszőrzet miatt azon másznak föl a szöszök, és a hasszőr bemegy a köldökbe alulról. Feri, tényleg? Egyrészt mondtam már neked, hogy ne részegen ne gyere be adásba. Kettő, nagyon fontos, hogy azért kezeljük azt fenntartások, amit az interneten olvasunk. Tényleg ez van. Tehát légy szíves, felnőtt ember vagy, szűrd meg az információkat. Felmásznak a köldökszöszök, összekacsintanak, pacsiznak és belemásznak a köldökbe. Nem kell mindent elhinni, amit ez a fura számítógéphez hasonlító. Azt írtak, hogy Balázs, hogy 50 ezer példányban fogyott. Rohadjál meg, az tényleg elment 50 ezerbe. Jó, de 30-at te vettél meg. Az is igaz, hogy visszavásároltuk, mert bizományba ment el 50 ezerbe, 4 ezer ment el valójában. Csak visszaküldte a tetyó után, amikor nem kellett, meg visszajött a benzinkutakról is. Oké, na te, találunk neked is egy személyeset. Mindenképpen. Tegyük föl, mennyi időt adunk? Hát az meg két hét? Egy hét? Egy hét? Egy hetet? Tegnap leszettem a fenekemről egy tignis tapaszt. Az jó lesz. Ne, őrizzük meg a méltóságunkat. Miért teszelt a tapaszt a fenekedre? Meghúzódott. A feneked? Aha, igen. Mozgás közben. És az a mit sem tapaszt? Akart tudni, hogy nem sem tapaszt, tigris tapaszt, tudod, ilyen, vagy hívják, tigris ilyen tapaszt. Kis melegítette. És van puma tapaszt, tigris tapaszt, meg zebra tapaszt? Ne, hát így volt, tudod, hogy tigris csíkra, tigris tapaszt. Takarja el ön is a tigris csíkot. Te is megveszel minden hülyeséget a patikában, amit rácsóznak. Tyúk szemre, tyúk tapaszt, tudod. Ja, értem. Uh-huh. Te mi lenne, mondjuk időben odaérnél a budira? Nem segítenesz? Szokatlan lenne. Akkor nem lenne mindenhol barna a padló. Ne akkor indulj, amikor már nagyon kell, hanem amikor először eszedbe jut, hogy lehet, hogy jól lenne kimenni. Tehát egy bizonyos kor felett már 10 perccel előbb kell a budira elindulni, mint ahogy egyébként érdemes. Vagy kisek szabad jönni. Vagy berakunk neked oda egy mikrofonálmány. Na, legyen egy ez. Hét, jó. Egy hét, mi a kikiáltási ára a te hajszálladnak? Mi ki kell ilyet kikáltani? Igen, mennyiről indulsz? Mennyi az első licit? 1000? Forint? 5000? Az 1000 az szerintem jó. Az 1000 az kultúrán. 1000, és akkor a licit lépcsőt ezt beállítjuk. Hogy mennyivel lehet ugrani, igen. Tehát 1000, 1500, 2000. 1000-ről induljon, és akkor 50 000-esével le. És honnan tudod, hogy a végén valójában elviszi ezt majd valaki? Tehát nem lesznek kamulicitek, és nem ér ez a dolog mondjuk egy héten belül mondjuk 4 millió forintot, tehát el kell, hogy vigye, mert azt mondod. Mert úgy kitiltja az oldal, mint a húzat. Jó, oké. Okay. Na nézzük meg akkor, hogy mennyit érünk valójában. Itt írja egy kettős alkotón, hogy egy ki nem törölt joghurtos dobozom jöhet? Vagy egy kitörölt nekem joghurtos dobozom? Nem személyes. Nem szeretem, ami hozzádért, benned volt most időzőjelesen. Tehát, hogy jó. Tehát ott volt, hozzáértél a szádhoz. Tehát valami olyan, ami tényleg egyfajta valójában ereke, egy joghurtos doboz. Értem, hogy te törölted ki, de akkor már személyesebb egy csapka, egy alsónadrág, egy valamilyen darab a testedről, mert az valójában te vagy. Egy joghurtos doboz az nem. Jó? Most jó. A kávécskád, amit itt áll, azt visszaköpöd egy ilyen kis tégerbe, és az. Nem, például a kanalad. A kanalad azért tetszik, mert szádba volt, lenyaltad, lemostad, de az hozzád köthető, tehát kvázi tulajdonképpen tartalmaz belőled valamilyen kis pici elemet. Itt valaki lopja a kanalakat, és már csak 3 darab van az egész szerkesztőségnek, ha ezt eladjuk, akkor már csak 2 marad. Na, hozok majd újat. Jó, vagy hozd vissza azokat, amiket elvettem. Az nem tudom, ez az aciba van. Az már régen beadtam. Oké, okay, feltesszük a jövő héten, és megnézzük, azonnal jó? Azonnal illicit. Én ezek a gyerekek, én ezt tök hülye vagyok, én nem tudom. Azt mondja, hogy 1000 forintról indul, és mondjuk 1000 forintjával lehet emelkedni, igen. De meg kell adni egy olyan árat, amiért te hajlandó vagy eladni. Így van, villámár, amiért te hajlandó vagy eladni. Tehát kiírod, hogy 1000 forintról indulunk, ha valaki most azt mondja, hogy 50 000, akkor ő a hajszálat. Viszont akkor nem tehetünk fel kanalat, ha a villámár. Vigyék haza. Nehéz lesz még ez a 25 perc, hosszú lesz. Mi van ezzel a villámára? Ezer forintról indul a licit. Okay. Meg tudjuk oldani. Holnap lesz, összetesszük, és mondjuk, hogy mikor indul. Stopolzoknit mondanak még egyébként, hogy az is egy jó ötlet. Nekem tetszik, a lábadon volt személyes, kötődik hozzád. Simán. Tehát akkor van egy csikk,
van egy hajszál, és van valamilyen személyes tőled. Jó? Mondjuk a többit. Kíváncsi vagyok. Tényleg komolyan kíváncsi vagyok, hogy mi az az ár, amit valójában megadnak ezért. Értünk. Hogy mennyit érünk a piacon. Nem? Hát a hajszálad mennyit ér, nem téged vesznek meg. Na jó, de hogy mennyire vagy fontos, ha forintosítani kell ezt valójában. Most nyilván ez egy félkomoly kísérlet. Ha én most ezzel a csúnya csikkel indulok, hát... Az... Fotókat mellékelünk? Persze. Aha. Tehát amikor Balázs fejéről leműtjük azt az egy hajszálat... Óvatosan nyúlsz majd a fejemhez, azért mindegy. Szólok, hogy azért... Azért csak, ez a friszkó az... Azért az a friszkó az ma is úgy van összerakva, hogy azért nagyon össze van. Nem látod rajta, de nagyon össze van. Jó. Akkor csak azt a pillanatot, amikor lenyessük, az utána jövő másfél zokogást, azt már nem. Te nem is megcsókítottak, miért? Nem, én tépek egyet. Igen? Tehát húzok egyet. De hogy jön ez ide? Hát azt csinálsz a magad életed, amit akarsz. Azt csinálsz mindenre, amit akarsz, de most hagyjuk a magánéletedet, Balázs. Nem, én rántok egyet, és kint van. Hozzáérek magamhoz, rántok egyet, és kint van. És van egy ilyen pillanatnyi fájdalom, és ott van. Fájs? Picit, igen. Jó, na jövünk akkor ezzel, jó? Mindjárt megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, és mondjuk a részleteket. 9:30 múlt, pontosan 6 percet. Ír valaki kicsit durvább dolgokat, hogy adjátok fel a betyárkörtéteket. Nem mondom el, hogy mi, de nem adjuk fel. Egyrészt kettő nincs is. Igen, 9:30 múlt, 6 percet, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Maroon 5. Ez? Nem, ja, most. Ja, csak így eszébe jutott ez a zenekar. Nem, most van ilyen. Miért vagy az, hogy már Maroon 5? Mondhattam olasz, hogy Mick Jagger. Ez az MKTO volt. Na. Azt mondja, hogy igen, írja valaki, hogy azért nem jó a hajszál, mert mi van, ha elmegy egy büntény helyszínére és lerakja? Hát akkor megszívtad. Jaj, most sajnálod. Itt kell írogatni ezeket a nyomorult kamu SMS-eket. Jaj, hogy mit találjak ki, hogy ne fájjon, ne fájjon, ne fájjon. Nem van a bajom, nem van a bajom. Ráadásul az az intus, az a fájdal. Tudod, hogy alacsony a fájdalom küszöbben, mert nem gondolt, hogy kitépek egyet, vagy otthon keresek egyet, a fürdőszobában van egy csomó. De nem, tényleg, szóval, hogy az nem játék. Nem, hát. Bűnbe kever úgy, hogy ott se voltam, lerakja a hajszálat, és aztán rám tör a tek. Hát az nem jó. Az nem, érted, és beazonosítják DNS, mint alapján. Hát. De nem tudják beazonosítani. Nem vicces. Miért ne tudni? Ja, mert a zselé az eltakarja, mi? Nem. Hát, mert nincs meg a fej, amiről számozik. Hát ez az. A hajszálat akkor tudod, ha már van egy elkövető gyanúd, és a kettőt összehasonlítod, de csak találsz egy hajszálat. Van itt 10 millió ember az országban, összehasonlítanám mindegyiket, tehát azt úgy nem találják meg. Ők tudod, hogy milyen szisztematikusan dolgoznak? Egyszer elkezdik, és örök rettegésben fogsz élni. Nem tudod, hogy mikor jutnak el hozzád, bakker. És évente mondják, már 3 millió hajszálat ellenőrizik. Már 4 millió, már csak 2-en vannak. Igen, már csak Pest megyében ellenőrizik hajszálat. Nem, jó a hajszál. Már csak 2-en vannak, Pataki Attila és Sebesti Balázs. Illusztris társaságba kerültem egyébként. Igen, jó vagy. Igen, jó csapatba kerültem. Igen. Hát jó. Na jó, kitaláljuk, akkor ezt pontosítjuk, és akkor elvégzünk egy ilyen nagyon tudományos kísérletet. Most mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Volt egy komolyabb témánk, és egy kevésbé komoly. De úgy látom, hogy a komolyt nem ismételtük. Aha. Most de jó, hogy kitértél rá, mert csak mondta, hogy volt. Van, aki nem hallotta, sajnálja, aki hallott, azt pedig most így... Ugye az őseid kutatással foglalkoztunk, a morningshow.hu fent van egyébként, de most látom, hogy Anna mit vágott a best of-ba. Semmi baj, Anna, van egy csomó jelentkező, aki jönne a helyedre. Hogy ugye a kidobott fenyőkről kezdtünk el kora reggel egy kicsit beszélgetni, és elmondtam, hogy ilyen szomorú az, hogy... December 24-ig a te legjobb barátod a fenyőfa, és szereted, fotózod, díszíted, és január 5-én szörnyű látni, hogy ezeket kidobják, belerúgnak, lezabált szaloncukor, két összetörött dísz, ott hevernek az út szélén, nem tudsz nekik segíteni, nem tudsz velük mit csinálni. Erről beszélgettünk, hogy szörnyű az ember, hogy a legjobb barátját, hogy kidobja az út szélére. Borzasztó, és tök érdekes az, hogy adott esetben szenteste, illetve hát szent délelőtt, vagy mit tudom, amikor díszítették, akkor még a család össze is veszik azon, igen, hogy mondjuk hova rakja ezt a díszt, hova rakja azt a díszt, a többé, utána pedig ez már senkit nem érdekel. Igen. Aztán néhány mondat erejéig megemlítettük az újévi fogadalmakat, és megválasztották az év madarának a fostos bugybókát. Tényleg ez a neve. Van. Tehát tényleg így bubos hívják, banka. Hogy fostos bugybóka, bubos banka. Már alias, most jól alias. Mondom. Jó. Alias, Upupa Epops. Upupa Epops. Upupa Epops. Ez a latin neve. A Feri minden Békésebbé Kolbász Fesztivál hajnal. Upupa Epops. Upupa Epops. Feri, bubos banka.
A madártantól a Zolit beraktad, Anna? Madártani Zolit? Az Orbán Zolit a Madártani Egyesületből betette? Nem konferálom. Ott van az Orbán Zoltán a Madártani Egyesületből a Bestovba, betette? Megszólaltattuk Orbán Zoltánt a Madártani Egyesületből, hogy mondja el nekünk, hogy lesz egy madár az év madara. Ez egyébként baromi érdekes, hogy van el mögött egy madárlobbi, egy ügyvédi lobbi, bármilyen érdekkör, hogy a Búbos Banka nyert. Mert hogy már harmadszor történt meg, ez 89-ben, 90-ben is már ezt a madarat választották az év madarává, és egyre inkább látok magam előtt egy új logót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, egy kitárt szárny Búbos Banka lesz majd a logója, aki a karmai között tartja az egyesületnek a címerét, amiben egyébként egy túlzok van, csak mondom. Igen. Na, szóval, hogy ezen dolgokról beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Best of Morning Show. Ez valami új? Zsűl. Nem, nagyon fáj. Ez itt a Best of Morning Show. A Best of végén. Ja, a Best of végén, a Best of. Igen. Egyébként Zoli nagyon jókat mondott, nyilván a Best of-ban humorizálunk, de ha valaki szeretné meghallgatni, hogy választják az év madarát, hogy kik döntenek, miért az év madara, és ez mit szolgál, akkor nyugodtan menjen a morningshow.hu-ra, ott van az egész beszélgetés. A Best of-ban mindig a kicsit viccesebb pillanatok kerülnek be, talán mondhatjuk ezeket viccesebbnek, de az egész beszélgetés ott van, csak úgy, mint az őssejterápia és a 7 órás utáni témánk is. Egyébként a morningshow.hu mindent vissza tudtok hallgatni. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság van? Hogy vagy? Minden a legnagyobb rendben. Elindult az év. Én ugyanígy gondolkodom erről a bujékról, ahogy te, hogy ma már nem szívesen fogadom. Ugye, hogy egy ideig jó, aztán elkezd annyira idegesíteni január 6-án, hogy bujék, mert hogy semmiről nem szól. Annyira üres. De tényleg, tehát ez a boldog új évet, ennél nagyobb közhely. A két ünnep között a kedvencem, hogy utólag boldog karácsonyt, előre. És boldog új évet majd. Tehát ez a kettő, ez... Viszont gyerekek, nem jött ez a kis angyal szájjon, malac nem. Menjen, lencsét, egyéb... Nem jött, tényleg, nekem anyád. Jött, tőled. Jó, igen, te voltál az egyetlen, aki küldtél. Jó, azért én december 24-én körbe küldtem egy ilyen szájon angyal, csilingel ilyen kis bárány, kis Jézus, tehát azért azt megkaptátok. Te visszaírtad, hogy nagyon vártad, a Jani meg visszaírt egy nagyon jót az is. Csöcsöt, pénzt, nem tudom, mit bújék. Kinek mire megy az anya? Tehát, hogy azért tőlem megkaptátok ezt, igen, de hogy valahogy ezek tényleg, hál' Isten, de tényleg kimentek a divatból, nem? Nem mentek ki a divatból, csak régebben ugye mindenki megkapta egyrészt képes lapon, aztán levélben, majd SMS-ben, MMS-ben, ma meg már ugye a Facebookon terjed, ahol te nem vagy. Tehát ilyen egyszerű az. De megy a Facebookon még? Szerintem ez kicsit kellemetlen lett. Mindenki küldik? Persze, vannak viccesek, vannak videók, most a Roma áldás volt a nagy... Nem, azt nem láttam. A szilveszterkor. Hát de ez a klasszik meg. Régi SMS-ben, angyal szájon, gyulladjon, kisfény, csilingeljen a lelkedben, három pásztor, mit tudom, nyilván nem így, de hogy ezek... Tehát egyedül a Laci betyár, aki még tartja ezt a frontot, aha. De hát ő egy régi vágású fiatalember, tehát ő küldött. Nekem is küldött? Nekem küldött, belendes. Amit nagyon hiányolok, minden évben a Csonka Pici saját költésű versekkel lette meg a nagy közönséget, így karácsonykor, meg szilveszterkor. Csak most időben eltörte valaki a kezét. Vagy a Csonka Picivel van baj, vagy kikerültem a telefonkönyvéből, tehát ez a két lehetőség. Nem, nem, nem most olyan nem nagy baj az, hogy nem jött. De jókat írt, vicces volt mindig. Na jó, van. Hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor nyer. Akkor nyer. Idén még nem volt szerencsénk, gyerekek. Tegnap se. Még egyszer sem nyertünk. Az bizony! Jó vagy! Hello, jó na, reggelt! 50%-os lett a nyerési arányunk. Így van, egy törzshallgató, Kriseli, hello, jó reggelt! Guten Morgen! Guten Morgen, hello! Ugye írtál nekünk egy SMS-t, és törzshallgatónk vagy, ha lehet így mondani, de ennek ellenére természetesen benneteket sem zárunk ki a nap hallgatójának köréből. Ugye a Búbos Bankáról beszélgettünk, hogy vajon kitolja, vagy mitolja, vagy önpromó az, hogy a Búbos Banka lett ugye az év madara, és azt írta nekünk, a Búbos Banka az állatvilág kassa tibie önpromó szempontjából, hát ez abszolút egyetértünk ezzel. Igen, és abszolút fordítva is igaz. Richelieu, Pesten továbbra is ott hallgatsz minket?
Abszolút. Hát most éppen itt ugye én tomázsi lakos vagyok, ezzel erősítem a Pilis kapujának lakosságának szellemi szintjét, hogy úristen, ezt a mondatot nem akarom befejezni. De most Budapesten vagyok, igen. De most Budapesten, igen, és hát a kezdetektől velünk vagy. Egy szép kis 2015-ös ajándékcsobaggal hálálnánk meg az SMS-edet, és hogy minket hallgatsz továbbra is. Nagyon aranyosak vagytok, és nagyon áldott, békés, boldog 2015-ös. Hogy tényleg, miért nem akadt a torkodon ez a mondat? Meghitt, boldog, békés, új év, bujék, minden, igen. Neked is, jó hasonlókat. Legyetek jók. Köszi, ciao. Hello, hello, hello. Csabikám, remek zenék? Hogy álltok ti a Magna Cum Laude-vel? Mi az, amit legjobban szeretsz benne? A pálinkájukat. Nekem a Misi szimpatikus, a Risingban én, mint zsűrit egyébként, én szeretem, tehát van, akit nagyon tudnék ütni, de őt nagyon kedvelem, mint zsűrit, tehát jókat mond, szimpatikus. Nagyszerű teljesen, nagyszerű. Van ott valaki, de hogy ő nagyon jó. Meg a dalukat is, vagy a dalaikat is, mint Magna Cum Laude. Szerintem, ami viszi a pálmát, de ez mondom csak az én véleményem, az a szöveg. Minden együtt van, de az emeli szerintem a többi fölé a Magna Cum Laude-t. Ugye a Misa, a Kara Misa írja a szövegeket, és megfogalmazta, hogy hogyan vált 18 évesen felnőtté. És ez hallható a Te a hőmérséklet és én című dalukban. Ezt fogjuk meghallgatni. Te a hőmérséklet és én. Tehát Kara Misi nagyon fázott, 18 évesen. Én volt egy teát. Aha. Világos. Ez egy új dal, nem? Igen, viszonylag. Na. Az jó, vannak újra. Hallgass meg, tök jó. Tehát tényleg olyan, a szövege nagyon elviszi. A zene az meg a hagyományos, jól megszokott, szerethető Magna Cum Laude. A zene az nagyon elviszi? Tehát, hogy 70-es. Igen, hogy ne hagyjuk a... Na jó, bocsánat. Egy perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.